Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és hát péntek van, ez mindenki. Tapsot érdemel. Megtalálom a kellő pultot, és a pulton a gombot, akkor már tudunk is tapsolni. Jaj, hát igen, péntek, elérkezett ez a nap. Elérkezett ez a nap is. Úgyhogy minden rendben. Szóltok mindenki? Aha, igen. Az egyik fülön. Egyik fül? Kicsit mono vagy? Van a másikban valami, testi, vagy? Azt akarom, hogy beköltözött egy, nem tudom, egy egér család, vagy... Lehet, hogy igen, megsüketültél a fél füled, ellőtték korában. Dugd be ezt meg. Nem hallja, mert... Most jó vagy? Megbedugtad? Dugjad. Nem. Aha. Nem. Na? Nem, ez még szicíliai partaszállás. A még szicília? Így van, légimás kaptam. Víz meg bele. Egy 88 millis. Aha. Jó, alakul, várja, alakul, attól, mert most már egy kis lápát lehajtottad, Zsül, attól még nem szólalt a füles. Ha tartom, mutató ujjal, jó. Akkor tartsad. Na jó, akkor. Próbálj másik lukat. Majd etessetek már, mert a jobb kezemre mindig szükségem van. Aha. Nincs másik lukat? Mindegy, lépünk túl rajta. Megvagy? Persze. Rugalmas ember vagyok. Kicsit mozgatlak még. Nem bennetek van a hiba. Nem bennünk van. Na. Most jó. Basszus, hogy ez mindig bejön. Arra kell ütni a gulcsát. Igaz, hogy a legegyszerűbb dolog. Hogy mindig ez van, tudod. Kihívjuk a GLK-t, szóljuk a szerelőnek, nem? Nem kell egyetlen oda. Visszajövő című a DeLorean is úgy indult el az elsőbe, hogy rácsapott Márti. Felgyulladtak a lámpák, és már száguldott is az óratorony felé, hogy visszarepítse Doki 1985-be. És hogy lefagytak, hogy nem fog összejönni a dolog? Igen, hogy megijedt, hogy ott marad 1955-ben. Na mi újság van? Minden oké, mindenkivel? Jó van, oké. Na, okay, már azt mondja, hogy jó, tudjuk ezt gyorsan, ilyen kötelező köröket, úgyis mondtátok, onnan lenne valami. Az M5-ösön a 66-os kavics után Szeged felé egy terautó vesztegel a leállósában. Ki van világítva ugyan, de azért figyeljen mindenki. Ez jött. Többször is elküldtétek, úgyhogy valószínű veszélyes lehet. Robi, küldte nekünk, köszönjük szépen, és 15 fok lesz, pupákok, kérdezi valaki. Irány, jetskizni délután, Pál lesz, írja nekünk. Hát az picit erős lenne. Nem csak, hogy 15 fokot prognosztizálnak, már hanem hogy a hétvégére konkrétan ilyen 20 igen. fokot is mondtak már. Igen, hát gyerekek, turnézni megyünk, úgyhogy bárki is hallgatta meg a nagyok közül az imáinkat. Nem jó, mi intéztük el, azt kell mondani ilyenkor. Kevésbé hihető ugyan, de lehet mondani, igen, mi intéztük el. Debrecenben kezdünk november 9-én, aztán Pécs, Esztergom, Győr, Budapest, Dragonborn is hallgatunk, gyertek el, de ne csak önös érdekből, hogy legyen egy szép autótok, köszönöm, ne csak azért, hogy kihasználjatok bennünket és elvegyétek, ami jár, hanem hogy együtt legyünk, legyen az egy nagy jambori, egy fesztivál 6-tól 10-ig, együnk, igyunk, mindenki, amit hoz, ugye ez egy ilyen ez egy ilyen buli, de mégis együtt lehetünk, hallgattok bennünket, láttok benneteket, mi is látjuk, hogy mennyien szerettek bennünket, ez nekünk mindig jó. Úgyhogy mondjuk a mi drága debreceni hallgatóinknak, hogy már november 9-én találkoztunk. Bizony, és ne felejtsük el, természetesen amellett, hogy egy gyönyörű szép autót is meg lehet tőlünk nyerni, ne felejts el senki, hogy ez a búcsú a fürtöktől turné. Ez az a hét, amikor utoljára láthatjátok Balázs csodálatos hajkoronáját. Ebben tehát, a formában. A Ferinek sikerül leszokni. Ha! Már pedig minden jel erre mutat. Hát tegnap is elmentünk fröccsözni a haverokkal. Semmi nem volt. Na. Kimentem velük, mert ugye bent nem lehet, hála Istennek, most már évek óta. Kimentem, ott álltam, dohányoztak szépen, olyan semmi. Jó volt. Hát igen. Igen. Kérdezték, hogy kérek, mondtam, hogy tulajdonképpen nem. Én már egyébként azt látom Balázson, hogy ő már többé-kevésbé elengedte ezt a dolgot, már beletörődött, hogy meg kell szabadulni a hajától. Bele. Gyerekek, én már beletörődtem. De jó lesz, lehet, hogy egy új dolog kezdődik. Igen. Én már beletörődtem, én már várom a december végét. A kobakendőkora, a bukós is akkora, a sapkákkora, az usankákkora, ez kezdődik. Jó lesz az, nincs ezzel baj. Mert már beletörődtem. Hát az ember arcoskodik és fölajánlja, néha beleszalad egy pofomba. Na de akkor... milyen jót csináltál a világgal, illetve velem. Hogy? Hát ez, hogy nyilván ez is benne van az én leszokásomban. Most mondd a motiváció, igen, egy picit a Feri érdekében is tetted az egészet, hogy egészségesebb legyen, hogy fel tudja nevelni a gyerekeket, hogy sokáig játszasson majd az unokákkal, unokákkal. Én kopasz legyek, hogy te egészséges legyél. Mióta együtt dolgozunk, azóta örlődsz ezen, hogy teheted jobbá az én életemet, állandóan próbáltál leszokni.
Tessék. Na, tessék, látjátok? Akkor ezért is érdemes kérni. Amellett, hogy persze ott lesz ez a fantasztikus vitara. Búcsú a fürtöktől. Búcsú a fürtöktől. Vagy, hogy az ország mondják, finito séro. Finito séro. Igen. Itt várlak titeket a Veszennél, mikor jöttök, Szobi kérdezi. Szobikám, egy picit várjál, még egy hét múlva ilyenkor már ott vagyunk az Üveg stúdióban, a West End előtt a nyugati téri bejáratnál, pontosan péntek 13-án. Péntek 13-án ott vagyunk, és ott valakit boldog autótulajdonossá teszünk. Akár még az is lehet, hogy a budapesti helyszínről kiválasztott ember viszi el az autót. Ez is benne van. Bizony. Ez is benne van. Ugye? Egy 1.6-os, mindenféle extrával felszerelt GL Suzuki Vitara. Mi a GL? Biztos felszereltségi szint. Igen? Szerintem azokat felszereltség. Persze, igen. Long, lát, hosszú, G, mit tudom én. Be a felszereltségi szintet is jelezheti. Giga. Persze. Gigalong. 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 Nagyon hosszú. Gigalong. Jó. Aha. Egy gigalong. Gigalong 1.6-os. Gyönyörű szép Suzuki Vitarát. Nyertek majd. Na de, egy picit még kanyarodjunk azért vissza a témához, most egy jobban foglalkoztat ugye az idő, ahogy így telik, hogy kiírunk tendert a hajadra, vagy pedig maradunk az én kis gépem mellett. Tehát mindenképpen fodrászra bízom, nem. Én hívok fodrászt. Van egy pár fodrász ismerős. De miért? Van, nekem jó. Is van. Ne, jön, ne én azért van. Szeretném, ha szakember nyúlna hozzá. Egy, az tök mindegy, az mindenütt egy centi lesz. De én még akkor is megnyugtat még. De ki jöjjön ide? Egy hajas, egy zsidró, egy vidászaszon, egy vasengó. Igen. Egy lágerfeld. Egy vuketto. Nem, van fodrász, aki nekem ezt megteszi. Én benne bízom. Nehogy aztán itt belevágsz. És tényleg így hozzá vagy nőve egy fodrász? Én a saját fodrászommal vágatom. Most olyan, meg tudja ugyanúgy csinálni. De mégiscsak azért inkább legyen fodrász. Legyen egy szakavatok. És elől biztos, hogy jó lenne. A korrektség kedvéért. Hátul már nem lennék annyira korrekt. Arról fotó nem készülhet, amikor egy csík van belenyírva. Tehát arról nem készülhet fotó. Az a legnyomorultabb, tudod, amikor középen bele van nyírva egy csík, de egy két oldalt még hosszú olyat. Tehát arra fogok rágyújtani, ahogy az megvan a középső. Mikor igen, felbúg a hajvasaló, vagy a vágógép, de akkor már éppen kimész cigarettázni, és küldöd a képen. De úgy tervezzük, hogy itt lesz. Hol? Tehát, hogy kinevezzük a stúdiót egy egyszerű alkalommal egy szalonnál. És itt fog történni, ugye? Élő adásban, vagy legalábbis két megszólás között, ugye? Itt. Aha. Igen. Persze, hát itt adásban, hogyne? Jó. Hát hogyne? Hát a hallgatók füle hallatára, persze. Hát miért úgy csinálni, hogy televágnánk, azt másnap bejönnénk? Hát ennél mi profibbak vagyunk, persze, itt adásban, hogyne? Hozza a kis saját fodrászát. Aznap nem dolgozik, úgyhogy drága lesz ide csábítani. Csináltatunk Gyulával egy szalon feliratot. Igen. A stúdió fölé. Úgyhogy ez mindenképpen itt lesz. És ki lesz írva, hogy vigyázzat vágás. Igen, hajvágás. Ugyanitt főnözés, ondolálás, minden. Igen, minden kiírik majd szépen. Kinek milyen igényei van. Jó van, szóval megadjuk a módját. Megadjuk a módját, persze. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, mert hogy ugye tegnap is sok mindenről beszélgettünk, és sok jó kis témánk volt. És az egyik ezek közül az nem volt más, mint hogy a belügyminiszter kitalálta, hogy a tartalomszolgáltatókhoz elvileg titkosszolgálati embereket lehetne beültetni. Aztán ezt délutára már visszavonták, átgondolták, és mondták, hogy hát nem, azért nem teljesen erről van szó, csak a mobil szolgáltatókhoz. A mobil szolgáltatók egyébként nem tudom, miért tartalomszolgáltatók, de mindegy is a lényeg, nem is ez érdekes. A mobil szolgáltatókhoz mennek titkos szolgálati emberek, de mégis eljátszhatunk a gondolattal, hogy mi lenne, ha hozzánk jönne valaki, aki a titkos szolgálattól jön. Jönnek a kémek, és ellepnek bennünket, mint rádió, tévé, mert hogy mi tartalomszolgáltatók vagyunk. Vagy már itt vannak. Vagy már itt vannak. Megpróbáltuk kitalálni, hogy ki a kém. Hogy működne ez a valóságban, ha jönne egy titkos szolgálati ember, hogy felvételiztetnénk, hogy kerülne a stáb közelébe, vagy mi van, ha nem külsős ember jön tényleg, hanem valakit már közülünk beszerveztek, és ő a kém. Ugye? Hát erről beszélgettünk tegnap. Ezt megmutatjuk, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Hogy állunk játékkal? 3-1. Rea hallgatók igen. Vezetnek. Egy pontot hoztál be tegnap, vagy húztál be tegnap. Az első három napunk az elment. Ajjajjajjaj. Elment a hetünk akkor, mondhatni? Így. Aha. Hát ez nem túl jó hír. Ja, ez nem túl jó hír. Ez a turné előtti kedvességünk, mert a turnén általában mindenki ugye, ahogy belép a stúdióba, ott ilyen nagyon idegesen kezd el játszani. Tehát véletlenül a jövő hetet meg fogjuk nyerni, úgyhogy adtunk most egy ilyet. Egy kicsit, hogy érezzék. Jó van, de még péntek van, úgyhogy ma még játszunk. A héten utoljára lehet jelentkezni játékra. Ha szeretnétek játszani, írjatok nekünk SMS nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Tiszt pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
Itt vagyunk! Hello! Hello. Sziasztok! Jó, hol lennél? Muli, muli. Jövő héten már nem itt leszünk, hanem turnéra. Indulunk, ahogy sokszor mondtuk. Most viszont még a hét utolsó játékosával szembenézünk, hogy szépítsünk egy kicsit, mert hogy 3-1. 3-1. Hát nem állunk túl jól. Nem egy tragédia. Nem egy tragédia, de minden hét számít. Minden hét számít. Te rákattantál győzelemre. Mi? Hát én nem szeretek veszteni. Hát sportolok, meccseket játszom ott, és én ki szeret veszteni. Hát kicsit lóvóra mész haza. Hát hogy? Csinál. Tudod, mennyire kész vagyok, hogy kapok? Nagyon rosszul vagyok. Na, van, hogy napokig rosszul vagyok. Hát sokszor van, hogy megyek itt, benézek balra az udvar felé, megyek jobbra az utca felé, és akkor látom, hogy ott kuporodik valaki éppen. Hát mondom, nem igaz, megint ez. Aztán látom, hogy nem. Én vagyok. Aztán látom, hogy nem. És Balázs az egy picit megzúvva, picit könnyű. Tegnap délután is könnyes volt a szem, mikor Roger kiesett, basszus. Mit már megint baj van? Kikapott az Iznertől, igen, 3 meccs labdát hárított, aztán, de a negyediket már nem tudta, láttam. Kis anyám asszony katonája, te nem gyere bújjál. Na játszunk! Na játszunk egyet, itt van már is a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Ági! Ági vagyok. Ági, jó reggelt! Honnan hívtál minket? Kislalucról. Miskolc 20 kilométerre van. Miskolcról 20 kilométerre. Igen. Játszottál már velünk valamikor? Még nem játszottam. Soha nem beszéltünk, soha nem játszottál. Nem. És kivel szeretnél játszani? Ferivel szeretnék. Ferivel, úgy érzed, hogy Ferivel. Ferivel kell. Jó vagyok mindig. Összemérni a tudást. Hát akkor el is indítjuk, jó? Legyetek ügyesek, aztán minden más megtudunk majd rólad adásban. Mehetünk? Oké. Okay. Jani? Tritó van fejön. Mit főzöl ma, Ági? Ma mit főzök? Ma mit? Borsólevest. Friss borsód van? És túrós tésztát, a fagyasztóban van fagyasztó. Borsó. De te tetted oda? Te termelsz borsót? Anyukám termeli. Drága mama. Galuskás a borsó leves? Nálatok? Gríz galuskás. Úgy a legfinomabb. Ági, miért én? Miért pont én? Hát azért azt szeretném tőled kérdezni, Ferikém, hogy a cigarettával hogyan? Jól. Adjál tanácsot nekem is. Elhagytam. Dohányzol? Dohányzom. Hány éve? Ó, 30. 30, én is 30-ig dohányoztam, letettem, és akkor most így élek. Szeretnéd te is letenni? Szeretném, de nincs akarat erőm. Hát ez ennyi kell jön. Csak, le kell tenni, és nem vége. Nem hiányzik. Ott a vége, Ági! Basszus! Hát pedig esküszöm, most neked szúrkoltam. Igen, olyan szépen játszottál. Ági, hát ott volt az utolsó 5 másodperc volt. Mennyi basszus. Volt hátra? 5 év? Annyi. 3 inkább. Én már el is engedtem, mondom, hogy ilyen jó asszony, aki grízgaluskát csinál a levesbe, érted? Hát hadd nyerje, hadd vigye. Már egy kis ajándékot. Hát Ági. No. És még foglak benneteket hívni. Hívjál benne, ez a jó. Hallgatlak benneteket. Jó. Benneteket. Édes vagy, köszönjük szépen. Sajnálom, nem volt hosszú. Nem volt hosszú. Legközelebb. Szép napot nektek. Puszantás, szia, szép napot, kellemes hétvégén. Hello. Jaj, pedig olyan kedvesen elbeszélgetett. Jó meccs volt, ügyesen játszott. Ez ember így várta volna, hogy na, tarka, én most itt leszállok, kezicsókon. Tehát egy picit ilyen volt az egész. Maliba voltunk, tényleg. Na jól van, hát akkor 3-2-re. 3-2-re szépítettünk, 6 perc múlva 7 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 9 perccel. És Rihanna, valamint Eminem. Eminem jó. Eminem jó, Rihanna szép. Ez mennyire prónyom. Rihanna. Ez jó kis dal. Nem rossz. Mondjuk nekem dallamtapadásom van, képzeljétek el, és fogalmas is, hogy miért, ezt meg is akartam tőletek kérdezni, hogy Zámbó volt Jimmy? Ma reggel, nem, őt már kitöröltem a fejemből, hogy elektrosokkal, hogy
Nem. UFO. UFO együttes? UFO. Nyár van és semmi baj. Olvadok, mint a vaj. Ezt gondolom, komolyan mondom, egész reggel, és nem tudom, hogy miért. Mert tegnap este Machineheadet hallgattam, ma reggel meg Disturbedet. Uh-huh. És ehhez képest meg... Kicsit távol van. Ehhez képest pedig azt... Ráadásul ez pont a te fejedbe, ugye nagy metálos, érted, ez aztán duplán árulás. És tehát látom, a személyiséged egy része elárulja a másik része. A tudatalatiből tör föl a való éned, te meg nyomod vissza. És ez az igazi éned, ami néha előjön. Aha, igen. Éjszaka. UFO, meg TNT. És azt látom magam előtt, hogy Cynthiáék, meg Zsolti ott ugrálnak a tengerparton, pörgetik a napernyőt, és akkor ezt éneklik, hogy vagy nyárval is semmi baj, olvadok még a baj. Ez is baj. Tök idegen tőled, ez a tengerparton ugrálok. Eleve mindenféle vízparton ugrálok, az eleve idegen. Tehát, hogy az abszolút nem... Bocsánat, almát vágok. Ja, semmi baj. De nem, de a keverőn. Nem a keverőn, az adásmenetem. Itt zajlanak itt az események. Igen, na, az most pont jót tett neki. Megfogadtam, hogy nagy törf, minden nap eszem egy almát, hiszen minden nap egy alma, és a doktor alma. Így van. Megtanultuk ezt már Terence Hilltől. Úgyhogy hát meg kell hallgatni a dalt. Tehát úgy múlik el a dallamtapadás, hogy meghallgatod a dalt, és akkor jó vagy. Hallgass meg. De van erre igény a hallgatók részére? Nem itt. Hát légy szíves. YouTube-ról letöltött, hogy álmodom, mint a vaj, olvadok, és akkor elmúlik. Tehát a dallamot úgy lehet kiütni a fejből, hogy meghallgatod, akkor köddé válik, jó. És akkor nincs többé. Két megszólás között meghallgatom. Jó. És akkor el is tűnik a kis buksimból. Állítólag így tűnik el, nem tudom, hogy ebben mi az igazság, jó, de tényleg így jó, lehet elűzni. Kértek almát? Hát abból nem. Hát jól néz ki, mert szerintem picit feldobja az adásmenetet is, hogy ott vannak rajta. Főszúrtam ki, és egy kicsit. No, egyszer előtted, no. Szalunkával, Feri, szalunkával. Hát szalunkával jó lenne, de almával. Megfogadtam, hogy minden nap megeszem egy almát, gyerekek. Annyi, de most mit? Annyi millió forintom hány fogadalmat, hogy én már hallottam. Megfogadtam, hogy most minden reggel ciklát iszom. Megfogadtam, hogy... Felvágom apróra, mert nem olyan jók a fogáim, mert ne kéne jót harapni. Nagyobbat beharapok, kiesik a balhatosom, hogy inkább felvágom apróra. Nem, én nem az orrodra szívhoz fel, akkor vág nagyon apróra. Egy bankkártyával gyorsan, szépen összetöröm, és egy 500 eurósra felszívom. Nem, te élvezed egyébként, de azt látom, hogy tegnap vagy tegnap előtt, amikor meghámoztad ezt az almát, olyan kies örömmel tetted az egészet, te neked a hámozás ebből a főtrippet. Most hámozni általában egy kis késsel szoktak, ugye pici, ami kézre esik. Hát nyilván én is megtaláltam a hámozó kést, tehát más kenyeret szelezzel otthon, érted? De ilyen 30 centis késsel finom a hámozok. Nem, tényleg most úgy döntöttem, hogy kicsit még jobban állok az egészséges életre. Citromos meleg víz? Aha. Citromos meleg víz? Igen, emésztés miatt. Alma. Minden nap egy alma. Hámozott alma. Hámozott alma, és meg is vagyok. Nagyon jó. És holnaptól? Ki tudja, hát hosszú még a nap, ki tudja, holnap 10 deka, mit tudom én, szárított magyaró, 6 deka mandula és 4 maréki dió, nem tudom holnap mi jön. Most almázom, de már tegnap is almáztam. Laci kijött, ezt mondja, hogy hol van egy kés. Mondom, minek? Mondom, most mostam el egyet. A Balázsnak lesz hámor. Mondom neki, hogy akkor mindegy, bár még itt vihetett. Igen. Mondtam, hogy Laci hoz már nekem licit egy kis hámozért, hozott egy ilyen disznólőt. Tehát konkrétan a zsámbéki böllér jár ilyenekkel, érted, amikor megy szombat a hajnába szúrót kisebb. Hát. De sikerült vele meghámoznom. Na, azt mondja, hogy vannak közlekedési híreink, és ezt el is mondjuk a mi hallgatóinknak. Na. Köszi, Jani, most már én is meghallgathatom ezt a számot, nem így írt a hallgató. Basszus. Mert hogy most már sok ember fejében van ott egyébként, hogy olvadok, mint a vaj. Szeres bátran? A szerelem is napola, így van. Na, óriási baleset az 51-es főúton Taksony bugyi elágazásánál. Rendőr irányítja a forgalmat, mentő, stb. Nagy a dugó. Ezt Laci küldte nekünk. Bali nincs mese, Jani retro napra vágyik. Jó, rendben, értem. Ha ez felhívás keringőre, akkor most kihirdetem. Értem én, hogy kierőszakoltad, értem én, hogy kellett egy ilyen dallamtapadás a sztorival jönnöd, hogy az igazi énedet valahogy megpróbáld elnyomni, és... Ja, ne. Rendben. Hát... December 23-a. Igen. De most addig dúdolja szerencsétlen az UFO-dalt. De ez most addig ne legyen dallamtapadás. Másfél hónapig. Hát meg tudod hallgatni a YouTube-on. Értékes zene van. Meg tudod hallgatni a YouTube-on, de december 23-a. Retrónap. Ha ezt akarod, legyen.
Amit akarsz? Meg is van. De? Hát legalább... Milyen retrónapunk volt most utoljára? Magyar. Magyar, magyar. Külföldi lesz. De csak kül, nem, már csak külföldi. Lesz magyar is. Jó, hát egy... ja, jó. Hát nem már retro. Amit akartok. Ezt a rugalmasságot. Gyerekek, tudjátok, hogy elég lazapali vagyok. Tehát velem lehet alkudozni, nem vagyok egy ilyen... Nagyon kigondolom előre, és akkor azon az úton megyek végig. Külföldi és magyar retro nappal búcsúztatjuk az évet december 23-án. Jó. Jó? Nagyon jó. Karácsony előtt egy nappal, úgyis aznap vagyunk utoljára. December 23-a retro nap. Kívánod te retro napot, tudom? Kívánod. Mélyen legbelül. Kívánod te ezt a retro napot. Kívánod. Jó? Úgyhogy lesz 23-a akkor jó. Retro nap. Meghallgatjuk az UFO-t, akarod egy kicsit? Hát, aki megy a fejedből, figyelj? Na, figyelj. Nyár van és semmi baj. Ez az? Aha. Ezt énekled reggel óta? Ja, már jön. Nem ragadagadom, úristen! Hát ez retrónapért kiállt. Itt van a nyár, nem ragadagadom. Nem is, erre nem is emlékeztem. Hát. Itt van a nyár, nem ragadagadom. Mi az Istenről szó lesz? Gyakorlatilag semmiről. Jó, értem, értem de a célzást. Vettem van. Alapot, jó? Értettem, vettem, rendben. December 23-án. Köszönjük János, hogy elintézted. Bali új retrónapot hirdetett, de külföldi és magyar is. Jó? Tehát jó, kicsit, legyen vegyes. Legyen vegyes. Legyen vegyes, december 23-án már úgyis mindenki karácsonyozik, már háttérrádió vagyunk, kevesen dolgoznak. Egy retro napot megengedhetek. Mi? Soha nem vagyunk háttérrádió. Ez is ezt igaz. Ez is igaz. DJ Oti újra támad, Brown írta nekünk. Így van. Lehet óriás plakátokon elkészíteni. Bocsánat, lenyalom az almát. Lehet nekünk a Facebookra ne. Már. Kopasz. Azért DJ... óvatosan, nehogy aztán lenyald az almát és lenyeld a kés. Lehet már a Facebookra a DJ ott is, kopasz DJ ott is képeket készíteni. Egyébként igen. Hirdetni a Facebookon, kampányfotókat csinálni, mert a hallgatóink azonnal elkészítik ezeket. Tehát fölraknak kopasz, december 23-án retro nap, lemezjátszók, DJ ott is. Nos, megint nyomus Piggy Boy. Nem, az Balázs. Paudis Bill. Ja, ne. Igen. Szóval december 23-a, jó? Az új retro jó, napunk. Ez nekem tetszik. Írjátok be a naptárba. Írjátok be a naptára. Buli lesz. Elő a kobakkendőkkel. Elő a kobakkendőkkel. Van még közlekedési hírünk az óriási baleseten túl? Bugyi elágazásnál rendőr irányítja a forgalmat, így van. Szigetvár felé a hatos úton Botyka Peterden rendőrautóból mérnek. Hát remélem, hogy van ilyen. Ezt Beti küldte nekünk. Aztán Egerben Kerecsen felől a Mátyás Király utcában telepítettek egy olyan csuda fix trafipaxot, hogy csak na, azt nem tudom mire, de ugye jobb félni. Adri küldte nekünk. M3-as bevezető lerobbant autó a belső sávban a Szerencs utca előtt, ezt Csányika küldte nekünk, trafi a 67-esen Bőszénfán, valamint csíkos taxi az M0-as Nyíregyháza felé vezető oldalon, a Kistarcsai lehajtónál. Hoppá, sok a trafi. Gyerekek, itt az év vége, ami van még, azt ki kell szedni a zsebekből, meg legyen az éves. Sokat, sokat trafi. Basszus, elkezdett szólni a fejembe, hogy szóljon hangosan az éve. Már mutatom, hogy szóljon hangosan. Minden lesz, minden lesz. Abszolút, megkapod. Ami szól a fejedbe, azt megkapod. Azt megkapod. Azt társív. Na, akarod? Figyelj, figyeljetek. Soltész Rezső hangjánál barátságosabb nincs a földön, figyeljétek. Barátságosabb? Igen. Ez a jelző, biztos? Ilyen havert mindenkinek. Nem is olyan rég, ha jól emlékszel még, mosolyán futtam egy gitáron. Volt még más lágere? És neked szólt a dal, de jött egy nagy csak, a sors eltörött a gitáron. Okay. Figyeljetek, de egyébként itt is azért a szövegre egy nagyon picit azért tényleg csak egy fél mondatot. Tehát, hogy jött egy olyan vihar, amiben eltört a gitárja. Mi volt abban a viharban? Tehát, hogy azért el tudod képzelni, hogy ott milyen jégeső lehetett, vagy mi kullottak az égből. Aztán pedig eltelt néhány év, és néhány jó barát segített neki, hogy végre összehozzon egy saját dalt. De milyen jó dalt írt belőle? És leültek és megírták ezt a dalszöveget, ami arról szól, hogy néhány jó barát segített neki összehozni egy dalt. Azt a dalt, amiben elmondják, hogy ezt a dalt írták a barátok segítségével. Igen, de egyébként jó kis dal lett. Na, nem tudom, hallottátok-e? Irigy vagy a hajára, mi? Az biztos, csipogott valami? Igen. Igen. Ti is hallottátok, hogy valami csipogott? Igen. Haki Tamásként itt a balhatból egy ilyen garat csipot így bedobtam. Én is hallottam, hogy valami fűtjük. Basszus, végre, elégedett arca van a kotlósnak. Ezek szerint kikeltek a kicsit. Tyúkokat nevelünk? Igen, itt a pult alatt. Hogy szaporodnak a gyermekmentes szállodák Magyarországon. Mi ez a gyermekmentes? A gyermekmentes szálloda ötlete arról szól, hogy ki vannak tiltva a gyerekek, és azt mondják, hogy kedves vendég, ide akkor jössz, ha tudomásul veszed, hogy nem hozod el a gyerekedet. Ki van írva?
Nicht Kinder. Ohne Kinder. Ohne pirossal egy gyerek. Ohne Kinder. Punktum. No child entry. Így van. Nem mehetnek a gyerekek szállodába. Külföldön már baromi sok ilyen van. És Magyarországon is elkezdtek gombamódra szaporodni a gyermekmentes szállodák. Hát óriási balhé van a dologból, mert hogy a gyermekes szülők, nagy magyar anyák, apák azonnal fellázadtak, hogy rohadjon meg minden ilyen szálloda. Szinglik, szerelmesek, gyermek nélküliek azt mondják, hogy ha elérkezett a mi Mekkánk, és ez a mi szállodánk, és végre nem kell a kis idegesítő Józsika ortúrását nézni, meg a kis Ödönke pancsolását, meg a kis ne Bélácska rohangálását a folyosón, és irány a gyermekmentes szálloda. Lehet, ehhez nem kell azért nagy magyar anyának, meg nagy magyar apának lenni, hogy ezt kikérjem magamnak. A zseniális az repertoár. Azért, mert neked van gyereked, és te akarnál menni valahova nyaralni, meg egy, akkor te oda ne menjél be. Hát ez milyen dolog? Hát ne menjél be. Hát de miért? De miért menjél. Ne menjél be? Haza, aztán főzessé anyáddal. Jó van. A mama főz. Az akkor van. Is főz, érted, ha visszajövök a szállodából. De én szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Oda? Én szerintem gyerekek, nekem gyerekem van, de ez egy kiváló ötlet. Hagyd otthon a gyerekedet, és menj egy gyerek nélkül. És ne idegesítsen ott engem más gyereke, ne de kelljen. De akkor te ne menjél szállodászni, maradjál otthon, küldd el a gyereket anyádhoz vagy anyósodhoz. Főzessek vele. Főzessél levele kaját, és maradjál, te ne menjél emberek közé. De azért, mert te utálod a gyerekeket. Én nem utálom a gyerekeket. Nem te, hanem aki oda megy. Én nem utálom a gyerekeket, de valahol mégis jó ötletnek tartom. Tehát mégis jó ötletnek tartom, hogy igenis legyenek olyan szállodák, ahol én gyermekmentesen tudok egyébként két gyerekes apukaként elmenni úgy nyaralni, hogy Ödönke nem ugrik a fejemre, a hullámba ott nem tudom, kis Kornélka nem szaladgál bele a hullámba, kis Gabika nem pancsolott mellettem, Tomika nem tudom mit csinál, érted? Andriska se, Márkocska se, érted? Bocsánat, csak szabad ne feled, hogy jobb oldalodon most van egy almakocka hajad. Csak hogy, mert nem tudom azért, komolyan venni. Azért, mert felhúztam magam. Igen, tehát így próbálom komolyan venni a témát, és beszélni róla, de így viszonylag. Jó, már lejött. Oké, most már így, jó? Oké. Szóval a másik oldalon az a szendvics. Szóval, na, bocsánat, visszatérve a témára. Szóval akkor te is átélted már azt az élményt, hogy ülsz bent, mondjuk a Vikivel, mit tudom én, a jacuzzi részbe, vagy a pesgő fürdő részbe, vagy a nem tudom én, és hirtelen egyszer csak így, egymás szemében néztek, és így örültök neki, és így ellazultok, és akkor olyan picit, mint régen, amikor még nem volt, és kicsit megint szerelmesek vagytok egymásban, és abban a pillanatban valaki ilyen karúzókkal fölmerül a lábatok között. Igen. Én gyerekesként mondom azt, hogy néha jó olyan helye lenni, vagy jó lenne olyan helye lenni, ahol nincsenek gyerekek. Tehát én engem igenis tud idegesíteni más gyereke, és igenis kitokatok borulni, hogy egyébként a prosztó szülő, prosztó gyereke 11 órakor még rohangál a folyosón, és nem feltétlen mindig gondolom azt egyébként, hogy a gyerek hibája, mert sokszor gondolom azt, hogy a szülő nem elég intelligens ahhoz, hogy megnevelje öcsikét, és öcsike 11 órakor azt játsza a szállodában, hogy mindenhova bekopog, klumpával végigveri a kis tesóját a folyosón, rohangál az étterembe, nem tud normálisan viselkedni, persze nyilván a gyereket utálom. A szaunából nyitva adja az ajtót, állva le kell szállni, be kell csukni után. Ugrál a medencébe, érted, menjen el olyan szállodából lehet, én meg hadd nyaraljak olyan szállodába, ahol nincsen gyerek, és tudom magam jól érezni. Nem tudjuk sokat leadni a két gyereket, mi se, mert hogy 10 hónapja nem voltam gyerek nélkül sehol, de ha egyszer majd abba a korba érnek, hogy végre le tudom akkor őket adni, már a kicsit is, én biztos, hogy ilyen helyre mennék. És élvezném, hogy nincs idegesítő, nyomasztó, sokszor a fülemnek nagyon bántó gyerekzaj, egyszerűen relaxálok. Hány éves kor alatt tilos bevinni a gyereket? 12-18, nem tudom. 18, tehát a kisgyerek. Hát nem, de 16 éves gyerekemmel nem mehetek el. Azt nem biztos, hogy mint a 12. Lehet, hogy 12, nem tudom, hogy ez hány éves korig van. De a 10 éves gyerekeket a bejáratnál elveszik tőled. Igen, és meg van egy külön szoba, érted, mi a bajom, hogy a hülye szülő nem neveli meg, és ezért hülye lesz a gyerek is. És nem biztos, hogy a gyerek a hibás, de igenis a gyerek a hülye. De miért hülye? Mert a szülő hagyja. És akkor kitiltjuk a gyereket a szállodából. Akkor kitiltjuk a gyereket a szállodából, így a hülye szülő se jön oda, mert azt mondja, hogy hát ha engem kitiltottak, akkor is én nem hozhatom a gyerekemet, akkor nem megyek. Megyek. És tud a normális szülő meg gyerek nélkül csendben, nyugodtan relaxálni két napot, úgy, hogy nincs gyerek. Akkor hülye szülőmentes szállodákat kell csinálni, nem gyerekmenteseket. De hát a gyerek... Elnézést, nem hülye szülő. Hát akkor nem jöhet. Az a baj, hogyha a gyereket kiszűröd, még mindig ott marad a hülye szülő, igen. Aki ugyanúgy nem köszön, ugyanúgy fellök a liftbe, ugyanúgy. Tehát egy csomó baj van a felnőttekkel is, de legalább egy részét kiszűrtük. A gyerekeket.
Nem? Hát figyelj, nem tudom. Tehát most, ha valaki meg pont oda szeretne menni nyaralni, mert ő neki az a fajta jacuzzi tetszik, vagy nem tudom, és gyereke van, akkor ő most emiatt ne menjen oda. Érted? Tehát, hogy olyan hát, olyan rosszul érzem magam attól, hogy azt mondják, hogy neked van gyereke, te ne gyere ide. Igen. De hát ez rossz. Hát, maradj otthon. Menj máshol. Anyáddal maradj otthon. Jó, ezt értem. Miért akarsz te pont abba a jacuzziba fürdeni? Mert ahol nincs ennyire. Menjél a Visegrádra, menjél Esztergomba, menjél Sárvárra, menjél Bükkfürdőre. Most megjövő héten veletek együtt. Fürödjél ott a jacuzziba 50 gyerekkel. Érted? Tehát, hogy ne fájjon ez a kettő darab jacuzzi a kettőbe. Nem idegesít a gyerekek, egyszerűen egy vagy két ilyen szel. Kicsit igen. Kicsit tud, egyébként nekem van gyerekem, de kicsit tud idegesíteni. Hát hogy viselkednek néha a gyerekek, elmész valahova? Beleugrálnak a medencébe. Fúj, de ordibálnak, rohangálnak, és nem tudok mindig a gyerekre harugodni, mert én sokkal inkább azt nézem, hogy na, mutasd meg anyukádat. Jó van, na, jó van, megértem. Neked minden megvan. Nem ugrik a medencébe. De ugrál a medencébe, ha lehet ugrálni. Aha. Tehát csinálja azt, ami megengedett. Persze, ugrál a medencébe, de a vacsoránál végigüli a vacsorát, nem rohangál a folyosón, nem kopog be viccből hat szobába, és utána rohan el hatalmas gyerek zsivajjal a folyosón. Hát hány ilyet látsz? Én tudom, miért az baj, meg ilyenek. Miért baj, ha ezek a kis ördögök, a nagy ördög szülők, egyszerűen ki lesznek tiltva, és azt mondják, hogy figyelj, szoktál ide szólni? Tessék? Szoktál szólni? Én nem vagyok, én nem nevelek meg gyereket, nem. És mit, ne rohangáljatok, csak kiteszi a lábát az evédő asztalnál. Nevellek? Basszus, igen, én kicsit azt gondolom, hogy nem a gyerek tehet róla. Tehát, hogy én nem akarom, hogy a gyereken csattanjon. Persze, ha ráugrik a fejemre, akkor megmondom, hogy figyelj, mert 10 hónapos gyerek van a kezemben, ne ugráljatok már ide, légy szíme. Hallod, légy szíme, hogy megverjük össze szarod. Nem, de akkor szólom, hogy figyelj, légy egy picit arrébb ugráljál, vagy ott a Benny és két ilyen 80 kilós, 13 éves izé egymást veri a medencébe. Szólok nekik, hogy légy fiúk egy picit arrébb, mert itt van egy kisebb, vigyázzatok már. De nem tudok rájuk haragudni, mert azt gondolom, hogy nem feltétlen a gyerek a hibás, hanem a szülő de volt annyira gyerekek, prostó, hogy nem nevelte meg a saját gyereket. Két gyerek, aki játszik, és nem vette. De van a között különbség, hogy két gyerek normálisan játszik a medencében, két gyerek miatt az egész szálloda nem tud pihenni. Egy hány ilyen helyre mész, amikor a gyerekek úgy viselkednek, mint az állatok tényleg. Tiltsák ki őket. Nagyon egyetértek. Két különböző szemlélet csatája, ez úgy érzem. És nem nagyon tudtok ellenem jönni érvekkel. Úgy látom. Elképzelem, ahogy tényleg véletlenül úgy hozza a sors, hogy együtt fogtok nyaralni. És akkor itt bejönnek a 13 éves 80 kilós panna, meg a Soma, és elkezdenek majd ugrálni ott. Egyébként is, ha mérlekintázni van kedvem, legalább nem lesz senki a mérlekintázni. Igen. De egyéb lesz az ugrálóvár. Hát basszus, milyen? Hát így van. Basszus, nem így van. Nem így van, hogy egy csomó helyen tényleg nem tudnak viselkedni, és azt látja, hogy az apja is veri a másik haverját a biliárdgádákóval, akkor a gyerek is verekszik. Hát ez nem szóval tudom, én nem szoktam verni biliárdákóval senkit, de a gyerekeim rosszak, mint az ördög. De mi az érved ellene? Hát mennyi, van egy csomó szálloda, ahol tudsz menni gyerekbarát. Így van, ami gyerekbarát, és akkor tudok oda menni. Még egyszer mondom, hogy gyakorlatilag... Csak hogy hülyén érzed magad, hogy kitiltanak. Igen, hogy azt mondod, hogy ide nem jöhet be a gyerekes. Érted, hogy ez rosszul esik nekem gyerekes szülőnek. Hogy de tulajdonképpen értelek valamit. Én sem megyek oda a gyerekes szállodátokba, mert ki van írva, hogy gyerekbarát szálloda. De te jöhetsz. De nem érdekel. Nem mondják azt, érted? Nem mondják azt, hogy ide egyedülálló ne jöjjön, vagy nem a párjával ne jöjjön gyerek nélkül, mert ez egy gyerekbarát. De igazadban nem vagyok kitiltva. Igen. De tudom, hogy sok a gyerek, nagy hancúr van, ha én akkor is családdal megyek, elviszem oda Benit, mert imádom a gyerekbarát szállodákat, csúszdázik, jön, megy, fürd is. De ketten elmegyünk a Vikivel, én nem megyek a gyerekbarát szállodába. Azért keresem a gyerekbarát szállodákra, hogy oda ne igen. Nem, én a Benivel mindig gyerekbarátban megyek. De amikor Vikivel vagytok, akkor oda meg nem megyünk sehova Vikivel, úgyhogy nekem ez egy elméleti vita. Nekem ez egy elméleti vita, mert hogy 10 hónapos gyerekem van. Én most csak beléltem magam abba a helyzetbe, Istenem, ha el tudnék tölteni egy napot ebben a gyerekbarát, gyerek mentes szállodában, hát én élvezném. Sehol egy gyerek, basszus, hát van elég otthon. Ha ketten vagytok, akkor béreljél egy fahászat az erdőn, és akkor menjetek oda. Igen, csajok is csak 18 év alatt, és 18 év fölött se, nagyon. Úgyhogy... Téged soha nem idegesít más gyerek? Nem. Te mindig ilyen PC-be nyomod, és nem verik az ajtódat, rohangálnak a folyosón. De kinéz a gyerekek? Jó,
nyomva srácok. Ő is ez a Feri, persze, csak most mit nyomod ezt a izért? Ez nem image kérdés, hát van két égetnivalóan rossz eleven bitang gyerekem, és imádom azt. De úgy csinálsz, mint ha szeretnéd őket valahogy. Nem szeretem, már persze, ez csak a image része, most próbálok jónak lenni ebben a dologban. Hát nem mondta, nem idegesít, hogy elmész valahova. Nem utogass már azzal a kérdéssel felé. Kés van a kezem, mert igen, én nehéz ellen nem érvelni. És miért szájba szúrod magad? Nem, mert elmész. És nyugodtan elmenni reggelizni, és látod, hogy belenyúl, föllök, rohangál az étteremben, leül, fölborítja az üveget, és semmi másra nem vágysz, mint hogy legyen két napot nyugiban. Uh-huh. Otthon is sok gyerek van, egyébként is sok a gyerek, tele van a fejed, csömbben akarsz megint egy vacsát, mégis pihenni mész, hát azért ez nem ördögtől való, hogy azért mész szállodába, hogy pihenjél. Erre jön Ödönke, Zolika, meg Gabika, nem? Igen. Ugye? És dobálóznak a makaronival, érted? És utána... és lefő rohangálok az étteremben reggel. Hát tesó, hát én itt szeretnék reggelizni, ne rohangáljatok már. De tényleg így gondolom. Hát, és aztán jön apuka, 120 kiló, megraktuk a tányért. Ja, tudod? Most már neked az apukával is bajod van. Meg a 120 kilósokkal. Nem, és látom rajta, rólunk hogy... Rólunk beszél. Megnézem, Azt mondom, hogy az én családomról. Én a páholyban ülök jelenleg. Az én gyerekeimről is rólam beszél. A 120 kilós férfi és a büdös bitang rossz gyerekei. Hát rólam beszél. Jó, lehet az a Pali 80 kilós, és csak ránézek a szülést, és azt mondom, jó van gyerekek, na értem. Értem, mindent, nem veletek. Igazából nem veletek. Nem veletek van a baj. Nem? Te mit mondasz? Hát figyeljetek nekem, én megmondom őszintén, hogy én tudjátok nagyon jól, hogy én például nem építem annyira az imidzsemet ezen a téren, mint Feri, vagy én nem... De most ne ebickél itt középen, akarsz ilyet, vagy nem akarsz ilyet? Nem akarok. Mit nem akarok? Nem akarok véleményt formálni. De ki a puha, Feri, ki a puha? Figyeljetek, én megmondom őszintén, hogy én a rugalmas elszakadás elvét vallom. Tehát az, amikor, hát az, hogy ahogy megjelenik egy gyerek a jacuzziban, ha én a jacuzzi környéken vagyok, én abban a pillanatban elmegyek onnan. Én nem szeretem. Aha. Tehát mondjuk, én nem mondjuk, hogy hátulról nézem, mindig összekevernek, tehát amikor az óram alatt meglátják a bajuszt, akkor látják, hogy felnőtt. De én, amikor bejönnek a jacuzziba, én szeretek ott, mindig várom, hogy oké, megint elindul, jó van, akkor elkezd pezsegni, elkezd forogni a víz, jaj, de jó, megpróbálom élvezni, csak az baj, hogy a gyerekek annyira szenzitívek, hogy ők rögtön kiszúlják ezt, és abban a pillanatban ott vannak, tehát megteli körülöttem a medence, abban a pillanatban, hogy beindulnak ezek a kis masszírozó kis fejek, és na, hát tessék, basszus. Akkor megint mehetek ki, aztán mehetek oda, ahol a gyerekek nincsenek. Hát ez az. Hát ez a dolog, ez erről szól. Így van. És tudod, mi a legnagyobb egyébként, hogy közben a szülő valahol csoki masszázson van. A szülőt egyáltalán nem apuka, érdekli, apuka, a gyerek. Apuka éppen nem tudom mit csinál, valahol kint golfozik. Nem, hasrafeküdve stírül él a pozott csajokat. Igen, valószínűleg egyébként, hogy kijött a szaunából, és a melegvízbe tinderezik éppen, érted, és brutálisan nyomja a párkeresőt, míg anyuka valahol masszírozhat és próbálja összeszedni magát. Jön a szaunából, és rögtön bemegy a medencébe, ahelyett, hogy egy köztes túlsolás még beiktatnak. Igen, nem fürdik meg, oké, de nem ezzel van a baj, hanem közben a 8-10 gyerek csapatból összeállt hiéna hordák pedig... A banda pedig, mi? A banda pedig randalírozik a szállodába, érted? Hát tudnám őket elkapni egyszer. De nem ezt látod? Nem ezt látod? Apuka masszíroztad, anyuka olvas, a gyerek meg a csilláról lóg. Hát basszus, hát játszik, ne lógj a gyerek. Gyerek. Hát most szórakozik. Ő is jól akarja érezni magát. Na jó, hát szóljál, hogy mikor melyik szállodában vagytok. Így biztos, hogy nem megyek. Ti is ilyen nagy hordába jártok, nem? Hú, nagyon jó. Tehát ilyen nagy csapat, sok gyerek, bandázás. Azért nincs baj, de tudnak viselkedni a gyerekek, miért nem? Miért tudnának? Nem tudnak. Te dobálóznak szalámi zsömlével az étteremben, gondolom. Az étellen nem játszik. Nem hülye? Nálunk nem. Azt megeszi. Nem, mondjuk Feriek szerintem tipikusan azok, akik alig várják, hogy konfrontálódjanak az ilyen antiszociális szülőkkel, mint amilyen Balázs, meg én is vagyok. Tehát, hogy mennek, vonulnak, sokan vannak, igen, és már alig várják, hogy valaki arrébb lökje a gyereket, vagy annyit mondja neki, hogy kisfiú, mi van? Igen. Mi a probléma a kisfiúval? Igen, és ez a szülő általában a legönérzetesebb egyébként tényleg, amikor tényleg véletlen rászólsz a gyerekére, hogy figyelj, értem, hogy ilyes vagy, csak ne lökjél föl, hagyd szedjek magamnak, utána átadom, és azt csinálsz a merőkanál, amit akarsz, legkevésbé úgysem fogod azt csinálni, amire kell, kardozzál vele, dobázzál nokedni, csak hadd egyek, üljek be a sarokba. És jön az apuka nagyon önérzetesen megsértődve, hogy egyébként beszóltál a bűnrossz gyerekének, hogy Mi van? Miért nem csinálhat a gyerek?
Igen. Azt csinál, amit akar, ugyanannyit fizetem érte, mint te. Tök basszus, tök jó hozod. Esküszöm, majd komolyan nem lesz. Mindenki bunkó, aki gyerekével megy. Nem mindenki becsülik, aki gyerekkel jár nyolani. Megőlek, szétedlek. Hogy szedjen már kétszer a olasz sajtból, ha éhes. Igen, szedjen, csak ne kézzel szedjen. Na, drága hallgatók, írjátok meg, mit gondolnátok. Mennétek, nem mennétek, jó? Ki az, aki egyetért vele? Kivel nyaralnátok szívesebben? Balázsal vagy Ferivel? Igen, kivel menjen nyaralni? Velem jöttök, vagy Ferivel jöttök nyaralni? Nagy bandában, sok gyerekkel, vagy nyugodtan relaxálva? Nagy szórakozással, vagy a kis pihenéssel? Vagy relaxálva, nyugodtan. Jó? Írjátok meg nekünk, ki mit gondol erről. Kinek milyen tapasztalata van, ha elmentek szállodába, milyen idegesítő, de ne csak szegény gyerekeket bántsuk, azért vannak idegesítő embertípusok is, nem? És tehát, akkor majd most azt igen. is kiírod. Hát a sajnos nem tudod. Ja, a sajnos nem tudod. Tehát a gumipapicsba, a vizes fürdőnadrágba lejönni, ebédelni, egy köntösbe, én láttam ilyet, tehát aranyaklánca, azért bocsássom meg a világot. És a csávó nem értett, hogy miért nem engedik be, érted? Vizes volt a nadrágja, gumipapucsba volt, felvette a szállodai török között, rohadt nagy szőrös melkas, pocak és egy brutál aranyaklánc. Ő megérkezett ebédelni. Érted? És jöttek 8-an. És akkor mondták, hogy hát föl kéne valamit kapni, olyan balhé lett belőle, érted? Te megetted a kis rántott szeletedet a sarokba. Ki vagy fizetve, enyém a szálloda, igen. Írjátok meg nekünk, jó, hogy milyen idegesítő gyerek típusról lehet találkozni, és milyen az idegesítő felnőtt, tényleg ne csak a gyerekeket bántsuk, illetve ki az, aki egyetért, ki az, aki nem ért egyet a kezdeményezéssel. 7:06, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, egy perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyermekmentes szállodákról beszélgettünk, mert hogy gombamód szaporodnak Magyarországon, és igencsak megosztja a hallgatóinkat is a téma. Legyen, ne legyen gyermekesek, gyermek nélküliek, gyermeket kevésbé szerető gyermekesek, gyermeket nagyon szerető gyermektelenek, gyermekeket szintén nagyon szerető gyerekes szülők feszülnek egymásnak, és próbálják eldönteni, hogy mi a jó. Mi is picit máshogy látjuk, és hát rengeteg hozzászólás, hol indulatosabban, hol kevésbé indulatosabban. Sokan nagyon őszinték, és sokan nyilván álságosak és hazugok, mint én, és azt mondta, te nem mondtál semmit, te nem helyezkedtél sehova, te egy lavírozó, hogy a jacuzziba elvész, ha gyerek van. Hát én, nem, ahogy meglátom a gyereket, berálni. Már rögtön a másik helyiségbe, vagy fölmegyek. De sokan kérdezik, hogy előtte még azért belepipészted, hogy jönnek a gyerek. Hát az édes bosszú, illetve a sós bosszú. Inkább mennék Ferivel. Sokkal élettebb, telibb lenne a pihenés. Volt már, hogy a nyakamba pottyant a vízben egy gyermek, de nagyon aranyosak is tudnak lenni. Aki meg az étellel dobálózik, az nem csintalan, hanem neveletlen. Zenés vacsora, gyerek motorkával érkezik, azzal szállítja a kiválasztott ételt, az ételfutár is megirigyelhetné. Szép napot, Rita. Balázs, menjél sátorozni egy lakatlan szigetre. Masszírozzanak a krokodilok. 3 gyerekes apuka. Tessék. Küldte ezt nekünk, akkor kiborult a gyermekmentes szállodám. Ferivel mennék, mert a nyaraláshoz a jó hangulat hozzátartozik, és a gyermekek nem rosszak, csak elevenek. Ja, és mindig van nála sonka, szalonna. Ez igaz. De álságosak vagytok. Barátnővel ketten voltunk egy hotelben, ahol vékonyak a falak, és minden zaj átszűrődött. A mellettünk lévő szobában üvöltöttek a gyerekek. Éjfélkor átmentem szólni, apuka közölte, hát mit csináljak velük, hisz gyerekek. Azt hittem, kiütöm a manust. Feri a kerdi féle vonal, Balázs pedig egy szigorúbb, de szeretettel teli vonalat visz. Mindegyik rendben van, mert mindketten abban érzitek magatokat biztosnak, amiben vagytok. Lehet, hogy szemlélet alapján kéne szállodát nyitni. Én egyszer lebeszéltem egy kedves 10 hónapos gyereket utazni akaró házaspárt, mert azt gondoltam, hogy megőrülnének. Ezt Rita küldte nekünk, de hol azt nem tudom. Azt mondja, 4 gyermekünk van, óvónő vagyok, Isten áldja, aki kitalálta a gyermekmentes szállodát. Én tuti oda mennék a férjemmel. Balázs, én veled mennék, de 63 vagyok, üdv Marika. Idén nyáron volt egy ilyen wellness-szünk, Siófokon, amiről azt gondoltuk, hogy mindenhol csak fiatalok lesznek. Hatalmasat tévedtünk. A wellness szállóban már a szoba felé menet kigúvat szemekkel ilyette néztünk egymásra, hogy minden négyzetméteren van legalább egy üvöltő, tomboló gyerek. 3 borzalmas nap volt, semmit nem pihentünk, és alig vártuk, hogy hazamenjünk. Írja Zsófi. Hát tökéletesen megértem, igen. Balázs, a csendben és nyugalomban szeretnék pihenni, ajánlani tudom, a nyugdíjas otthon pár napra örömmel befogadnak. Bévi, küldte nekünk. Balázsra mennék, anyuka vagyok, de nekem is jár egy kis pihi, van, amikor a család nyaral, és jön a gyerek, de jó lenne egy ilyen szálloda, az én gyerekem elég normális, na de a hugom gyerekeiből kiindulva, ez milyen szép, amikor a te gyerekei normális, az a hugod gyerekei. Az a egyik minden normális. Igen. Én veled mennék, Balázs, de csak Ferivel tudok. 3 gyerekem van, szeretem őket, de egyetértek veled, Csabi küldte nekem. Nekem is van 2, nem azért beszélek a gyerekek ellen, mert nekem nincs, hát 2 gyerekem van.
Csak néha jó lenne elmenni, kicsit csendesebb. Csendesebb szállodában. Az a legidegesítőbb felnőtt, aki nem hagyja a gyerekeket, hogy jól érezzék magukat. Na, ez vagy te. Ez az, igen. Aki ott ül érted a vízbe és megrendszabályozza a boldogan pancsoló kis lurkókat. Én nem vagyok ilyen. Én már csak akkor szólok, ha egy méterültek arcolő egy ilyen brutál vízi ágyúval, úgyhogy kifolyik a bal szem, akkor rászólok, hogy tesó. Léci, én is voltam gyerek, csak lőj, én már inkább apádra hátul, hogy ne szakadjon a veszélyed. Tesó. Lefelé beszél, mert ha tesózod a gyereket, akkor partiba vagy. Én partiban soha nem szólok rá szigorúan, de tényleg, amikor oda jön, tudod, hogy fölhúzza ezt a brutális ionágyút, és úgy nyomja rád hátulról, hogy leszakad a vesét. Ne lőd még egyszer arcon a bácsit. Ne. Milyen bácsit? Én csak téged látok itt, tesó. Láttalak a talentben, egy köcsög vagy. Bambakapodics. Így van, nem jutottátok tovább a pohár evődbe. Igen. Engem elvihettek mindketten nyaralni. Két potya jobb, mint az egy sem. Kaptuk SMS-ben. Balázs, nem a gyerekek zavaróak. Te vagy csicska. Négy gyerekes anyukaként alig várom, hogy legyen legalább egy gyermekmentes napom. Ugye? Így van. Valaki csak annyit írt, a gyerekek köcsögök. Hát, kicsit sark, talán kicsit erős. Soha én azt gondolom egyébként, hogy örök igazság, de nem feltétlen bennük van a hiba. A gyerek olyan lesz, amilyenné formálod. Aha. Nem? Tehát rossz, neveletlen gyerek, ő is tehet róla, de leginkább a szülő tehet róla. Nem akarom magam ismételni, de tényleg így van. Inkább a szülőre haragszom, mint a gyerekre. De akkor nem lesz egy ilyen bizalomhiányos tutyimutyi gyerek, hogyha állandóan itt terelgeted, mondani neki, ne hangosan, meg ne lőd pofán a bácsit meg. De a kettő között azért legyen már egy átmenet. Tehát a pofán lőjük a bácsit, a csillárológunk, és bekopunk minden szobába, vagy hogy a gyerek egyébként normálisan nyaralt, azért ott van egy átmenet. Ez nem azért, hogy fogod a kezét 8 évesen, és lemész fel az étterembe, és felvágod a rántott táját, de hát azért a kettő között lehet azért normálisan viselkedni. Könnyen beszélsz, mert most te már megvagy, tehát hogyha valahol kiszúrnak egy szállodába, és mondod, apapó, Tamás, hogy menjek oda, nem megy oda, az gyűlöli a gyereket. Te már megvagy. Én nem a gyerekeket gyűlölöm, én a gyerekmentes szállodákat szeretem, és emellett vagyok. Én is baromira bírom. Én azokat a nyaralásokat imádom legjobb, amikor sokan megyünk, sok gyerek van, hát járok ilyen nyaralásokra, 8-10 gyerek. Ők is egy szállba, ti is külön. A szülők rozéznak a teraszon, a gyerekek lent játszanak a játszóhoz. Ez tök jó. Tehát ez tök jó. Az egy gyerekbarát szálloda. Most a gyermekmentes szállodákat védem. Én is járok gyerekbarát szállodába. A Bükkfürdőn is van egy nagyon jó 600 játszóház, rohangálás. 8-10 gyerek, reggel köszönök a gyerekemtől, este látom újra. Tök jó. Te néha oda jön eszik valamit, éhes, megy tovább. Ott is miért jó a gyerekbarátban, mert egész nap nem látja a gyereket. Igen. Lepasszolja, és aztán ő nyaralgat szépen. És pihenek. Na, de ott a személyzet elintézi. Nem. Nekem mindegy, hogy hol van a gyerek, az épületből ne jusson ki. Az a lényeg, hogy vasárnap haza tudjuk vinni. Itt jó, van, 3000 vigyázon rá egész. De az egy kifejezetten gyerekbarát szálloda, másik 600 gyerekkel együtt bandázik. Úgyhogy jó, hát majd elmegyek egy ilyenbe, és elmondom, milyen volt. Az egyedülállós? Én kipróbálok egyet. Mennyi? Kipróbálok egyet, egy másfél-két év múlva. Addig, de a srácokat majd mi addig elmegyünk. A Feri akkor is azt fogja mondani, hogy basz, ő is, de hogy hiányoznának a gyerekek. Nekem is hiányzik a gyerekem. Addig, de hogy hiányzik? Hát most mondtad el, hogy csak addig várom. Csak nem tudok elmenni, mert meg 10 hónapos, és nem tudjuk, nem akarja Viki leadni. Miért nem? Hát átvesszük. Átvesszük a kettőt. Hát nem, még most nem, meg tudod, hogy most még vele legyen. Hát én simán elmennék. Mennyire legyedül egy ilyenbe, felnőttesbe? Hát van bum-bum finishes masszázs. akkor csak jó lehet. Van gangbang masszázs, akkor csak befizetek. A nagyobb picik eszéltem nincsen baj. Mert ott persze, ami hasba van, az benne, benne van a pakliban, érted, hogy elkezdett gőgicsérni, érted, más a bioritmusuk. A nagyobb bacska gyerekekkel, aminek már van saját esze, van saját tudata, van saját akarata, és úgy rossz, azzal van a probléma. Most mondjuk legutóbb, amikor voltunk például, mi 8-kor keltünk volna, mert hogy gondoltuk, hogy hétvége ilyesmi, és a mellettünk lévő pecóban meg volt egy kisgyerek, és házaspár, ők 6-kor keltek, és 6-tól 8-ig ezt hallgattak. Nem mi voltunk? Baba. Ezek nem mi voltunk? Baba. Baba. Na. Baba. Miért nem alszol? Aztán, mit hallgatózol? Aztán bejött az anyuka, és felváltotta apát. Baba. 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 Ez két órán keresztül már. Ezért te mit hallgatózol? Aludjál 6-8-ig. Csak ott felejtettem a füldugókat. Engem nem zavart volna. A füldugó, tudod, a gyerekbarát. A füldugó. Na játszunk Govem bácsival, itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Zoli, hello, jó reggel. Jó reggel. Ciao. Balázs Feri, Janit. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó, figyelj. Oké. Okay. Oh, hát nem gyerekmentes helyen vannak. Nem gyerekmentes helyen vannak. Na figyelj, ez egy amerikai televíziós sorozat lesz, jó, figyelj. Valami rémlik. Na. M betűvel kezdődik? Igen.
Akkor ez a Nero. Hey, de jó vagy! A becsárját, de jó vagy! Így van! A jó kis Merot Place, így van. Hát ez egy régebbi sorozat, de, azért eléggé népszerű volt. Hát még a szülőke régen, tehát. Én egyrészt nem láttam belőle. Nem? Pedig óriási sorozatot állítólag. Jó, tényleg jó. Jó csajok voltak benne, igen. Igen, az egy mutatós voltam a sorozatban, igen. Igen, na hát ez egy gyors játék volt, ügyes vagy, Zolikám, megvan az ajándékcsomag, gratulálom. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Ügyi vagy, tényleg. Gyors volt, frappáns volt, jó volt. Köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm. Jó hétvégét, ciao, ciao. Sziasztok. Szia. Szia. Hello, hello, hello. Na, hát ez minden. Bárcsak minden játék ilyen flottul menne. Nem? Ez ügyes volt. Így van. Miért lenne az jó? Lenne 10 millió lottó nyertes minden hétvégén. Csúnya kocka az 510-es úton, az M0-as híd előtt, alkatrészek az úton, Ted Kanya küldte nekünk, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon, mert elég nagy a baj. 6 perc pontosan, 8 óra, Ákos, majdnem azt mondom, hogy Ákos elmondja a legfrissebb híreket, de nem Ákos mondja a legfrissebb híreket. Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Hát itt vagyunk. 8 óra múlt 9 perc. Hát hol lennénk? Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, a hét utolsó munkanapja. Most még nem indul ez a ledolgozzuk, most dolgozzuk le, majd ledolgozzuk. Ez csak november vége, december eleje, ugye? Majd a 24-én. Ekkor, akkor, amakkor, ilyen szombat, olyan szombat. Tehát most még rendeltetésszerű hétvégénk lesz, szombat, vasárnap, reméljük minél többeteknek munkaszüneti nap. Ugye? Nincs még ez a nincs, karácsonyi ragyogó, ledolgozási lánc. Tudtok menni egy csomó gyerekkel kirándulni, így van. Wellnessbe, mindenhova, tök jó. Így van, gyerekkel. Csak gyerek ne ott, ahol Balázs van. Gyermekkel, gyermek nélkül. Tavaszi időjárást mondanak vasárnapra, olyannyira, hogy 18 fok lesz, 18 fok, hát azért az, az több mint jó. Álmodni sem mertünk egyébként szebb időről, picit féltünk tőle, hogy lesznek mínuszok a jövő héten, ahogy ugye egész héten kitelepülésen leszünk, de nem, tök jó idő lesz. Nem volt mínusz, illetve volt mínusz, nem lesz mínusz, sőt, mi több, 16-18 fokot mondanak jövő héten, hét közepére, úgyhogy, hát igen, izgultunk picit tényleg, hogy milyen idő lesz. Hát belenyúlunk egy ilyen szakadó eső, ónos eső, köccitálás, brutál hideg. Azért ez rányomta volna a bélyegét a hangulatunkra. Így viszont, hogy jó idő lesz, szikrázó napsütés, ti is könnyebben tudtok jönni, nem fogtok fázni, nem lesznek mínuszok hajnalban is, 6-8 fok. Hát az a november közepén az egészen barátságosnak mondható. Több mint túlélhető. Még akkor ne felejtsétek el, tehát akkor Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr és Budapest, ezek a helyszínek. A konkrét helyszínekről pedig tájékozódhatok majd a Facebook oldalunkról. Egyébként benne van a promóban is, amit hallhattok szinte minden nap, de fenn lesz a Klassz FM-nek a Facebook oldalán és meg a honlapunkon is. Kivéve az újságban, ott picit titkolozzunk, de minden más a rádióban. Minden nem lehet mindenhol elárulni. Igen. A letakart autó alatt egy Suzuki Vitara van. Igen. Jó? Tehát egy vadonatúj Suzuki Vitara. A sárga sziluett, amit látok, az egy Suzuki Vitara. Én most kimentem megnézni a járműveket. Mert itt van. Persze, minden itt van. Mert ugye visszük a teljes palettát, majd elvonultatjuk, és itt van a teljes palettát. Az összes palettát. Az összes palettát visszük magunkkal, és itt, de meg akartam nézni, de sajnos minden le van takarva. Le van takarva. Na jó, nem vigyük alá nézni. Hát mit tudom, mi van alatta. Jó lesz az, gyerekek, tényleg szép az autó, és jövő héten valaki megnyeri. Az is lehet, hogy már hétfőn valaki megnyeri, hiszen na jó, nem kezdek most ilyen. Nem megyek bele. De hogy már most megvan a nyertes, úgyhogy még nincs meg. Akkor hagyjuk a francba az egészet. Ebbe borul a téridő kontinum. De nem lehet, hogy befolyásolódik valahol? Tehát mi a jövő a jelenhez képest, ha azt mondjuk, hogy majd meg lesz, de most is megvan? Ez picit emlékeztet ez az okfejtés a tegnapi kémes témákra. Nekem az egy héten elég egy ebből. Azon is kattog az agyam. Hogy ki a kém? Ne kezdem el. Zalában akkor a köd van, jaj, ezt nem olvasom, hogy a kutyát kimere forgatja. Mihály Telket elvesztettük tömegkarambol a Mihály Telki úton a foci pályánál. Te jó Isten. Három személyautó és egy teherautó találkozott, ráadásul teljes útzár, Röszke felől lehet csak bejönni, illetve kimenni Mihály Telekről. Jázmin küldte nekünk. Van egy baleset a 8-ason, az Apác-Tornai kereszteződésben.
terelnek a rendőrök, ráadásul köd van, úgyhogy mindenki vigyázzon, ezt Veron küldte nekünk. Kaposvár és Juta között a kanyarban, autó az árokban, az oldalán vigyázzatok. Bazsi üzeni, valamint M3-as Nyíregyháza felé a 180-as kötől Tejköd, 50 méteres a látótávolság, legyetek óvatosak. Ceglét környékén is hatalmas köd van, Anett írta nekünk, köszönjük, de ilyeneket ne küldjetek. Tüskevári Jánosháza között áll a forgalom a 8-as főúton. Tudja valaki, hogy mi történt? Hát szerintem ez az Apáca-tornai baleset lehet. Apáca-tornai baleset lehet. A nagyon fura a nevű Apáca-torna. Milyen lehet az Apáca-torna? Így van, az Apáca-torna. 1, 2, 3. És megfutám, az így van. Párhuzamos rudra. Soslengés. Az az Apáca-torna. Figyeljetek, akartam egy nagyon rövid témáról beszélni. Na, de akkor ez már meg is volt. Igen, de azt mondták, hogy nem tudjátok, hogy mennyire rövid. Viszont ha belekezdek, akkor lehet, hogy hosszú lesz, és kidől, hogy nem rövid. Ezért nem merek belekezni. Jó, akkor engedjük el. Jó. Mennyire jó 1-5-ig? Jó téma, érdekes téma, izgalmas téma. Személyesen is érintve vagyok benne. Hosszú? Most már arra. Hát a felvezetéssel együtt, most jó. Már én úgy érzem, hogy hosszú lesz. Baló György vagyok, 2 percben. János, tessék! Tényleg? Igen. De hát te nem Baló György. Ezzel most tökre összavartál. János Somorjai választókörzet, tessék. Még nem vagy, de az lesz el, legalábbis a sérót. Na, csak azt akartam mondani, hogy a Katánál hallottam a hírekben, hogy a Hunyadi téren, a 6. kerületben emberi csontokat találtak, amik 30 éve ott hevernek. Na most az van, hogy én 30 évvel ezelőtt kerültem oda a Hunyadi téri egyik középiskolába, a Pestében a más élelmiszeripari szakközépiskolába, és emlékeim szerint már akkor is ott egy játszótér volt, park meg piac. Hogy értitek, tehát, hogy így valaki kiment oda, és elásott egy pár emberi csontot, csak úgy, mert hogy mit tudom én, már kevés volt otthon a hely, vagy megfáradt valaki a csarnokba, vagy ezt hogy képzelje el? Nem akartak a temetésre költeni. Mert azt mondják, hogy idegenkezűségre utaló jelek nincsenek ezeken a csontokon, tehát nem nincsen rajta, mit tudom, egy készúrás, vágás, akármi, igen. Aha, de attól balta. Még, igen, de attól még mit tudom én értem, valamink nemesebb szervet megrúghatták, üthették, szúrhatták, úgyhogy, de hogy értitek, 30 évvel ezelőtt, amikor vagy én ott elsős voltam. Hát nem lehet, hogy egy bujócska, egy nagyon szörnyű kimenetű bujócska a játszótér mellett, ugye? A nyertes. Megtalálták a nyertest a játszótéren, ez nem lehet, hogy egy brutál bujócska volt, és ödökkel nagyon aki bújt, aki nem megyek, hát én nem találok senkit. Ödönke nagyon bújt, és aztán ödönke kicsit túl komolyan vette. Lajos, mi már nagyon unjuk, hazamegyünk! De Lajos csak nem akart előjönni, és megnyerte a bujócskát, ez nem lehet? Igen, hogy ő egy győztes. Ez simán lehet, hogy valami brutál bujócska volt ott a Hunyadi téren. Igen, a azóta már lediplomáztak, már Lajos csak bújt. Sőt, már gyerekek vannak, talán még unokák is. Hát hogy nem értitek? Talál meg senki, nem baj, nem jövök elő. Nehogy csak becsapjanak. Tudod, karácsony, brutál nyár, minden lehet, Lajos csak bújt. Hát aztán... Már 2008, hát csak jönnek ide már valakinek, hogy hát megtaláljon. Csak kiányzom otthon. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Hát, hogy picit nekem fura, mert én akkor voltam ott elsős. Nem ti tettetek el valakit lábalól? Volt egy matek tanárnő, aki sokunknak terhére volt, de ennyire nem. Hát aki még gyanús, az anyósomék laktak ott a piac tetején. Uh-huh. Azért ma már sok mindent el tudok képzelni, hogy rossz felsállat kapott a helytestől, érted? Paf! Egészen pontosan meg tudják mondani, hogy pont 30 éves, nem lehet, hogy 50 éves. 30 névnél több. Na, hát azért mondom, hogy ez lehet. Ja, de lehet 150 is. Aha, 150, jó, vagy 50, vagy második világháború. Akkor mi nem azt mondják, hogy 150-nél régebbi. 43-45 környékén. Nekem olyan picit fura, hogy a Hunyadi téren temetkeznek. Hát valószínűleg nem erről, valószínűleg nem erről van szó. Dobál vissza a labdát, Léci! Mondom, dobál vissza, mert kimegy. Rohadt! Kimentek, ezt lenyomtak és elásták. Engem. Na, ez volt a sztori? Aha, ennyi. Jó van. Rövid volt, hogy hosszú? Hosszúnak éreztem. Na, azt mondja, hogy hát gyerekek, szenzációs történetem van. Nem haragszatok, hogy picit jobb lesz. De ez valójában olyan szenzációs, mint ami a hosszú az enyém, vagy? Nem, igen, annyira szenzációs, mint amennyire hosszú és unalmas volt a tiéd. Harci szellemet próbáltak előhozni, és figyeljetek minden mondatra, mert minden mondat kulcsfontosságú. A magyar labdarúgó válogatottból az új edzők. És ezért, és most jön a döbbenet, szerintem mindenki az arcát kaparja. Meg kell. Tehát ugye kell a harci szellem? Azt kell. A norvégok ellen kell a harci szellem. Aha. És mit csináltak? Erősebb edzés, vagy mivel lehet? Erre gondolhatna az ember, hogy edzettek egy nagyobb taktika. Hogy körbefutották a Margit szigetet? Fölfutottak a Kékesre? Elhordták a Gellért hegyet? Pókjárásban? Nem ezt csinálták. Valami egészen más csináltak. Véres csatákkal és dicsőséges győzelmek emlékeivel ismerkedett a magyar labdarúgó válogatott bőkerete, mert szerda délelőtt ellátogattak
A Történeti Múzeum. Az anyja, de jó ez! Apán. Hogy harciasságot tanuljanak. Hát ez szerintem ez jó. Na hát idézzünk el ugye? Itt egy picit. Hát igen. Hát mert régi, nagy és szép emlékű csatákat nézel, és akkor te is azt gondolod, hogy te az most a te csatád lesz a norvégokkal. Tehát felmentek a magyar válogatottnak a buszával, ugye? Na de várj, képzeljük el, hogy mi lesz ma, Stork bácsi? Ide kérdezték az edzőt, Ben Ástor, kit hívják a szövetségkapitány? Ben bácsi. Ben apó. Mi lesz ma Ben apó? Futóedzés, erősítés, kondizás, konditerem? Nem. Talicskázás. Sárba futás. Felszálltjuk ma a focipályát, mondta nekik. Kérdezték az edzőt, de azt mondta Bernson, nem, beülünk a buszba, meglepetés. Felvette mindenki a magyar válogatott mezét, beültek a buszba, és irány a Hadtörténeti Múzeum. Harciasságot, óriási, véres csatákat és dicsőséges győzelmeket akart látni a magyar válogatott. Gondolta a szövetségkapitány, hát a harci szellemet tudnak ők egy picit tanulni. Óriási. Hát ezt én imádom. És rájuk bíztak, hogy kitalálják, hogy miért vannak azon a helyszínen, vagy pedig már előre megmondták. Tehát erre úgy tehát már gegeltek, hogy hova mennek? Mert ugye a Történelmi Múzeum előtt ki vannak rakva a különböző ágyúk, a különböző korszakokban, sőt vannak ott ilyen török ostromágyúk is szépen egymás mellé pakolgatva, meg a tanácsköztársaság idején, stb. Csak a srácok, amik oda mentek, és meglátták ezeket, remélem nem ezeket kell átugrálni, mert azért elég magas. Bácsi, ágyúhordás. Jó. És akkor mondták nekik, ha bementek, és akkor Ben Stork azt mondta, hogy 22 jegyet! Ja nem, itt vagyok, én is meg a segédem. 24 jegyet! Csoportos kedvezmény, mondták. És bementek a Hadtörténeti Múzeumba, gyerekek, hogy harci szellemet és hogy véres csatákkal átitatott győzelmeket láthasson a magyar válogatott. Hát, ha így éhesebbek lesznek a fiúk, és jobban akarják majd a norvégok elleni győzelmet. Ha. Guten Tag! Guten Tag, mondta Ben Stork, és azt mondta, hogy merre vannak a legvéresebb csatáknak az emlékei, a legvéresebb szabják, a legrémületesebb kardok, a buzogányok, a hú, nem tudom, le magyar történelme, nem vagyok otthon. Menjünk oda, mutassuk meg a fiúknak. Szívják föl magukat. De mi ilyen hazafias? Miért zárolják le a norvégok? Hazafias érzület? Vagy milyen ilyenkor elő belőled? Tehát ide nekem a norvégot hagyd, kaszaboljam le? Erről szól ez a dolog? A nyertes csatákat kellett megnézniük? Vagy... Nem, az tök utolsó vérik harcokat is. Aha. Nyilván, hát nyertes csak eleve sajnos nem volt túlságosan sok a magyar történelmet, de hősies cselekedet, egyéni példamutatás, az viszont volt. Aha. Amikor valaki megmutatta az ellennek, hogy ő egyedül is jó. Hogy ki a vesztes, de ugyanakkor azért... Na de ettől azért a hősiesség is megvolt benne bőven. Na de ettől bátran a technikai leszel? Tudás, a kondi, hát ettől nem javul. Hát nem? De fel tudják szívni magukat egymás elejéig. Persze, ja, mert tele mennek adrenalinnal, meg büszkeséggel. Így van, hogy szorított helyzetben, hogyha olyan a sztori, akkor kevesebből is ki tudsz hozni sokkal többet, érted? És akkor majd ott futnak a srácok jövő hét pénteken a pályán, ugye péntek vagy csütörtök? Milyen jövő héten a pályán, és eszébe jut, hogy látott a Hadtörténeti Múzeumban egy gyönyörű képet, ahogy a magyar zászlóval fönnél. Így van. Azt mondja, hogy előre, rohamra. Megálltak az aulában, és azt mondta Ben Stork. Mi jut elő az eszükbe? Hogy Kinizsi. Akkor valaki felszólal, hogy én gólkirály voltam a Kinizsi esélybe. 98. Igen. És azt mondta neki, Kinizsi. Igen. Tessék. Igen. És idősebb akkor... játékosoknak még a sör is eveszünk. Igen. És akkor mondták, ugye, hogy Kinizsi. Tessék, mi jut róla eszébe? És mi jutott róluk eszébe? Mi jutott eszébe Mátyás királyról? Vagy Dózsáról? Vagy én nem tudom elképzelni, hogy mit tanulott az ember? Vagy mit szív magába? Kinizsi? Igen. Kinizsi, de azt mondta neki, hogy a versenye, nein, goalkeeper, nein, Kinizsi, ese. Arra a Kinizsire kell emlékezni, aki annak idején a győztes kenyérbe zajtana után, az egyet hóra alatt, egyet törökkel, meg a fogékozt egy harmadikkal, rúgta a táncot. És akkor hátra nézett, és jól mondtam. Minden jó volt, minden stimmel. Jó. Emlékezte, Kinizsi, fekete sereg, feketébe játszunk edzőben. Feketébe játszunk, te hülye. Az csak a bíró. Emlékeztek, Mátyás kérem, áruhába megyünk, főnök, áruhába megyünk. Dehogy megyünk áruhába. Már miért kosztolul van a fejünk? Meghúzzuk be a Trixet. Zsoldos hadsereg, tudjátok, zsoldos hadsereg. Fizetésem elég. Több gázsi a pénz, a gólért. Egyszer nem tudom, hogy tényleg, mitől jött itt harci szellem?
1848-at végignézett? Győztes tavaszi hagyjára? Győztes pákozni. Győztes pákozni csata, és a szegi csata, ezt megnézed, akkor több gólt lősz majd? Vagy átérzed a szabadságharcot, a nagy tavaszi sikeres hadjáratunkat? Gábor! Jelen! Áron, tessék! Gábor, Áron! Tehát, hogy akkor tényleg majd azt fogják mondani, hogy basszus, az üt ez eszükbe, tehát, hogy a meccsőt meghallgatnak valamilyen katonai indulót, vagy pedig újra átveszik, amit tanultak, akkor emlékezzetek Toldira, Kinzsire, emlékezzetek Mátyás királya, emlékezzetek a győztes tavaszi hadjáratra, és emlékezzetek az önfeláldozókra, Zrínyire, Szondira, emlékezzetek Dugovics Titusra! Akkor le kell ugranom egy jó magas torony. Nem! Kirohanunk! Magammal rántom a törököt, de hát a norvégokkal fogunk. Igen, kirohanunk a várból, nem rántok ki a várból, nem maradtok, gondoltak. Hogy akkor mi lesz? Igen, gondolkozzatok, és jutson eszetek be, hogy Mátyás király jutott Bécsig. Nem a norvégok ellen járt. Nem az osztrákok ellen. Igen, szóval ezt én sem tudom elképzelni. Na, mindjárt felhívunk valakit, aki ott volt. Igen. A helyszínen, és végig vitte a magyar válogatottat. A hősök útján. Ennek neve is van? Hogy nem, ezt most én jelentem. Ez akár állandó kiállítás címek. Hát, egy ezredes vezette végig őt egyébként, és ő fogadta a csapatot, és többet magával kísérte őket, mert hogy az MLS kereste meg a múzeumot, hogy a focisták menjenek el megnézni a kiállítást, hát ha átjárja őket a hazafias érzület. Hát kérdezzük meg, hogy mi történt? Mit láttak? Mit felszívták? Látta azt a csillogást? Azt a csillogást ezeknek az embereknek, ezeknek a sportolóknak, ezeknek a nagyszerű játékosoknak a szemébe. Ágyút nézni azért nézze, hogy a célzás miatt, hogy majd jobban tudsz kapura lőni. Hát hogy ne? Nem, azért, mert ha történt, hogy már ágyuk van. Tehát kicsit kényszerűségből nézték az ágyuk. Na, itt van dr. Kovács Ülmos ezredes. Jó reggelt kívánunk, halló. Halló, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánunk. Kitől jött ez a kérés? Az MLS-től keresték meg önöket, információink szerint legalábbis így volt, hogy szeretnék egy picit felpaprikázni a játékosokat? Az MLS keresett meg, igen, számunkra nagyon kedvező és nagyon megtisztelő módon. Örültünk a megkeresésnek, de hozzáteszem, nem az első volt, nálunk már csapatok, igaz a magyar labdarúgó válogatott először tette nálunk tiszteletét, nagyon örültünk neki. Akik eddig voltak, ők sikerre vitték aztán a magukat a sportágban? Hát őszintén nem csináltunk statisztikát, de én nagyon remélem, hogy hozzátettünk. Lehet, én is reménykedek benne. Ki volt az első, aki belerugott úgy az ágyugójába, hogy passzolt a bőrcsúcsik? Hihállat eltört a lábam. Fezem előtt! Hülye, ez egy ágyugójó, te barom. Hát a helyzet az, hogy lehetőség nem nagyon volt rá, hogy ezt megtegyék, de nagyon jó hangulatú látogatás volt egyébként, és hát a hadtörténeti múzeumban nem csak ágyuk vannak, hanem nagyon sok érdekes tárgy. Ez igaz? Én rendszeresen járok fel, tehát hogy én tisztában vagyok ezzel a dologgal, meg többen tisztában vagyok. Csak hát ugye furcsáljuk egy picit, hogy tehát a játékosok azok mennyire tudják magukat ettől felszínni, hogy mennyire jönnek hangulatba, vagy mennyire inspirálják őket az egykori győztes, vagy ha nem is győztes, de hősies csaták emlékei. Én azt gondolom, először is egy kb. Egy órát töltöttek el itt nálunk, jól indult, és szerintem még jobban végződött. Egy nagyon mosolygos, jó hangulatú dolog volt, nem csak egy tárlatvezetésre kell gondolni itt, hanem ez egy igaz interaktív. Ahogy látták önök is a képeket, gondolom róla, sok mindent kézbe vehettek, megnézhettek, és hát bizony voltak olyan tárgyak, például Hadik Andrásnak a szabjája, egy Damjanics szabja, amit kézbe foghattak, azért annak van egy kisugárzása, nem tudom, hogy volt-e már ilyen a kezükbe. Nem. Hát nagyon szívesen megoldható, hogy ez kézbe kerüljön természetesen adott pillanatban, és azért ennek van egy üzenete, van egy kisugárzás, ami én azt gondolom, hogy ez mindenkinek kell, hogy inspiráljon. Hát, Jani hetekig nem mosna kezdet, hogy hadig szabja. És én értékelném nem is kell, mert kesztyűbe történik maga az eset. Ki a kapus? És az elején kicsit zavart hangulatban volt a bagázs, és utána oldódtak, és a végén már egészen felszabadultam. Volt egy ilyen vonulata. Hát nyilván az eleje, egyébként minden csoportnál, nem csak a labdarúgóknál, az eleje mindig egy kicsit feszengős,
mégiscsak egy katonai intézményből jöttek, mégiscsak a parancsnok fogadta őket. Az első 5 perc az ilyen volt, de aztán egyre inkább oldottabb lett, főleg amikor már tényleg ilyen személyhez kötött tárgyak, meg nagyon szép kitüntetések, olimpiai érmek kerültek kézbe, akkor azért már kicsit feloldódott, és a végén én úgy érzem, nagyon jó hangulatba távoztak. Milyen olimpiai érem van maguknál? Hát sokféle olimpiai érem, ugyanis vannak katonai sportolók. A katonai sport persze, az már nagyon, tehát a vívás például, az már ugye évtizedek óta katonai sport, és például komplet hagyatékunk van, nem tudom mennyire ismert, hogy Ekkelfalusi Piller olimpiai parnak kardvívó, például az összes érmen állunk van. Azért annak is van egy üzenete, hogyha azt valaki úgy közelről megnézi, egy igazi arany olimpiai érmet, az már azért, azért valami, hogy szokták ott mondani. Illetve az összes érem ott volt, hát most nem lehet tudni, hogy mindenkit nézegette meg minden. Hány darabban volt rovancs? Tulajdonképpen elég szűkészetet tettünk azért ki, hogy áttekinthető legyen. Mindig ezt teszünk, hozzáteszem, nem csak ebben az esetben. Azért nekünk az elsőleges kötelességünk, hogy megújjuk több száz évre ezeket a műtárgyokat. Mi volt, ami leginkább lenyűgözte a játékosokat a büfé Isler kínálatán kívül? Arra nem kerül sor. Nem lehetnek meccselőt is le. Egyébként is innen mentek ebédelni, tehát ebédelőt az ember legyen édességet, de ami igazán lenyűgöző volt szerintem, ezek a személyhez kötött tárgyak. Egyébként kérdés is volt ezekkel kapcsolatban, hogyan kerülnek be a múzeumban ez az úgynevezett valakinek a valamije, tehát híres embernek a fegyvere, a díszszabjája. Erről volt is kérdés, éppen a Király Gabi tett fel ezzel kapcsolatosan kérdéseket, és hát nagyon érdekes, hogy ezek hogy kerülnek be, hiszen ezek hagyatékból, családból kerültek be, és többnyire ezek az úgynevezett díszfegyverek, hiszen ezek azért megmaradnak a családnál, azok a használati fegyverek, amelyeket valóban adott ütközetben, csatában használt, azok jóval kevéssé maradnak fenn. Kérte az MLS, hogy a magyar történelem sötét napjait inkább kerüljük? Tehát, hogy csak a győztes hadjáratokat láthassuk, ne nagyon időzzünk Mohácsnál, legyen inkább a tavaszi hadjárat. Nem kérte. Tehát, hagyjuk ezeket a nagy kudarcokat, és csak a pozitív pillanatoknál. Nem kérte, ennyi rutinunk azért már van, hogy... Tehát finoman kikerültétek. Természetesen, persze. Egyébként tényleg itt a magyar katona hősiessége, ugye ennek a tárháza, a Hadtörténeti Múzeum. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, hát hogyha járnak az urak nálunk, akkor is látják, érzik, azért van egy kisugárzása magának az épületnek, meg a... Mi volt a fiúk szemében, mikor távoztak? Lobogott a tűz? Sikerült ezt kicsit így nagyobb lángra kapcsolni? Mindenképpen egy kikapcsolódásnak az biztos, hogy láttam, hogy jól érzték magukat, és a kérdések, meg ugye a gesztusok alapján én úgy éreztem, hogy azért feldobottak. Én bízom benne. Ha már ennyit tettünk a dolog érdekében, azt gondolom, hogy az már nem kevés. De voltak benfentesek is, ugye, akik értettek a témához, tehát hogy azért volt egy-két olyan információ, hogy egyik megkérdezte, hogy kinek a szabja, és a másik mondta, hogy Hadik Andrásat hallott. Tényleg érdeklődőek voltak, és nem minden csoporttól jönnek ám kérdések, de őt elég sok kérdés volt, és amikor kézbe is vették, meg fotók is készültek róla, akkor egészen oldottá vált a légkör. Gyugyi nem akart valami nagyobb értékű ágyút szabját felvásárolni a magánygyűjteményben? Nem tett komolyabb készpénzes ajánlat? Nem tett ajánlatot, először, mert nem volt itt. Másodszor pedig, hát ugye a Történeti Múzeum az nem a vásárlások, hanem inkább a bemutatások és az üzenetek tárháza. De Gyugyi miért nem volt ott? A fele csapatot templomba vitték imádkozni? Vagy hogy? Amennyire az arcokat néztem, véletlenül csak a magyar klubokban játszó játékosok, akiket láttam, valószínűleg külföldiek majd később csatlakoznak hozzá, akik külföldön játszanak, amennyire én járatos vagyok az arcok szemlélésében, ezt a következtetést mondtam le. Meg Gyugyi biztos várta egyébként a Zalagútban a tankert. Igen, az egy másik műfaj. Gyerekek, mindjárt itt vagyok a bárban, hozzatok adni, de nem, az leállt a kájent. Vannak ilyen problémák, igen, de ez nem a múzeumhoz kötődik nyilván. Nagyon ötletes az MLS egyébként, komolyan mondom, ötletes az MLS, hogy ha máshogy nem, akkor így, hogy egy picit tényleg elviszi őket a Hadtörténeti Múzeumban, ami egy fantasztikus elemet felébreszteni. Persze, és én egyébként beszéltem az MLS
illetékes vezetőivel, hogy a továbbiakban is a fiataloknál is számítunk, tehát az U19 vagy az U17, hogyha följön hozzánk. Én azt gondolom, biztos, hogy pozitív emlékeket távoznak, és egy picit valamikor beugrik nekik. Jó, de a szövetségi kapitánnyal azért megbeszélte Ben Storka, hogy a srácok ne adj Isten esetleg véletlenül kikapnak, akkor ne azt mondják, hogy túl sok információ, túl nagy kiruccanás, túl sok tanulnivaló megviselte a fiúkat. Tehát nem lesz az, hogy a hadtörténeti múzeumra kerít nem majd. Nem hiszem, hogy ez az egy órás látogatás olyan túlzott szellemi igénybéletel lett volna. Megterhelte a fiúkat az elmúlt 500 év is. Nem, egyébként a szövetségi kapitány volt az egyik legérdeklődőbb. Hozzáteszem, nagyon érdekes volt látni, hogy egész sok kérdése volt. Nem feltétlenül az a Budai Vár történetéről egyébként, úgyhogy meglepő volt számomra, és nagyon érdekes volt, és udvarjós. Jöttek a srácoki gondterhelt arc, és a fene se gondolta volna ennyi, minden történt az elmúlt 500 évben, hallod, baszod? Hallod a kutyafáját, hát tudom, jobban lövöm a bőrt, hallod? Na hát, hogyha ez az üzenet átment, akkor ez már jó. Akkor már megérte. Igen. Már jó, hát reméljük, hát bízzunk a csodában. Nagyon bízom benne, én is mondtam is nekik, és mindenkinek jó szerencsét kívántam. Már a végén átadta a Ben Storka CD-n a Radecki Marsot, Klapka indulót, vagy egyéb inspiráló zenei szerzemény. Tényleg volt ilyen közös zenehallgatás a végén, hogy a fiúk már tényleg átszellemülve fussanak ki? Nem, a végén az újságírók taglózták le őket, úgyhogy nem volt idő arra, hogy egy közös indulót meghallgassunk velük. Hát majd kifelé, ahogy mennek a meccsre, biztos. Aha. Hát ott mindig van, igen. És az újságban megkérdezik, ki mire emlékszik? Toldi Zsuzsi. Nem, hát igazából tehát ilyen röbb dolgozat nem volt a végén. Majd a legközelebb bejönnek. Nagyon szívesen látjuk őket, és akkor esetleg. Ide egy hallgató, hogy van önöknél rézágyú? Milyen áron? Erről a tipikus válasz a Gábor áron. Gábor áron, igen. Na jó, hát reménykedjünk benne. Köszönjük szépen Lezredes úrnak, hogy elmondta, hogy mi történt a magyar labdarúgó válogatottal a Nagytörténeti Múzeumban. Reménykedjünk, hogy ez is hozzájárul majd. Bízunk benne, bízunk benne. Ő kimegy a meccsre? Az itthonira? Kapott jegyet? Kimegyek a meccsre, ez mindenképpen egy pozitív, a második kérdése negatív a válasz. Hát miért vihettek volna magukat? Köszönjük szépen, Ezredes úr. Köszönjük szépen. Dr. Kovács Vilmossal beszélgetünk, köszönjük szépen. Tehát arra gondolsz, hogy a végén a fiúk egy kicsit belehallgattak a zenébe? Ez volt a vége? Ez most. Csípőközés. Ötöt mara, ötöt jobb. Félközés. Figyelj, jó. Ahogy a zene építkezik, úgy támadunk mi is. Figyelj, most. Kinizsi, az egész lelátó tapsol. Fekete sereg. Mátyás király. Bécs. És most. Igen. Futnak a fiúk. Így van. Büszkék. Dobjások. Szemükben a győzelem tüzeik. Van más is, várja. Figyelj, lehet, hogy erre edzenek most? Igen. Tehát lehet, hogy a következő egy hétben erre készülnek a fiúk, nem? Simán el. Ez a Klapka induló. Jó is ez egyébként. Jó ezt hallani. Játszottál volna fúró zenekarba. Te is szeretnéd. Na, erről miért az eszükbe? Mám, ház körült, hagyma. Van még egy félet. Erre indul. Ja, ez nem az. Na jó van. Drága hallgatókat, írjátok meg nekünk, egy kicsit gegeljünk még, segítsünk az MLS-nek, hova menjenek a fiúk a következő egy hol hírben. Tudják felszívni? Jó? Hol tudják felszívni magukat? Egy még száz székre. Hova menjen a magyar labdarúgó válogatott? A kocsmába. Tényleg, templomba. Nézze meg a nagy magyar válogatott best of pillanatait. Tehát tényleg mit nézzenek, hova menjenek, jó? Írjátok meg nekünk egy kicsit. Hát ha ezen ötlettel hozzájárulunk ahhoz, hogy legyőzzük ezt a fránya norvég válogatottat. 8:09, jövünk a hírek után. FM-en. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel szép reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és arról beszélgetünk a hírek előtt, hogy harci szellemet próbáltak előhozni ugye a magyar labdarúgó válogatottból, az új edzők, véres csatákkal, és hát
dicsőséges győzelmek emlékeivel ismerkedett ugye a magyar labdarúgó válogatott bő kerete. Szerda délelőtt ellátogattak a Hadtörténeti Múzeumban. Előadtunk is egy kis jelenetet, hogy hogy zajlott ez valószínű, és ugye felhívtuk dr. Kovács Vilmost, aki elmondta nekünk, hogy ő vezette körbe a magyar válogatottat, és hát mutatta meg nekik, hogy mennyi győztes csatánk volt, és a fiúk lobogó tűzzel a szemükben és a szívükben jöttek ki a múzeumból, uh-huh. hogy most már pedig harcra fel, győzni kell a norvégok ellen. Én éreztem is az ezredes úr hangjában, hogy ő hisz ebben. Igen, ugye? Ő igen, hát, mi is látta, nagyon drukkolunk a magyar válogatottnak. Látta a srácok, hogy ez most meg lesz. Ő érti, hogy miről szól az, hogy az ember a kezébe veheti mondjuk Hadik Andrásnak a karját, csak kérdés, hogy a srácok értették. Ahogy te is mondod, Hadik András. Hadik András. Igen. Na, ugye azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy hova menjen a magyar válogatott, hogy még egy kicsi erőt gyűjtsön. A Hadtörténeti Múzeumon kívül hova lehetne még elküldeni a fiúkat, játszunk el a gondolattal, nyilván vicces formában, humoros formában, hogy hova menjen még a magyar válogatott, hogy hát egy kicsit tényleg még nagyobb elánnal, még véresebben, még éhesebben a győzelemre fussanak ki a stadionba, és győzzék le a nagyon utálatos és utált norvég válogatottat. Ha nejem csak annyit írt, hogy elég lett volna őket a Vörös Marti Haundenbe elvinni. Ha ott megszerzed az első ruhát, akkor igen, na, hogy beszéljünk majd. Fussanak fel a kékes tetőre, ott le a legjobb a halászlé, hiszen ez Magyarország legmagasabb pontja. Igen. A válogatottnak kellene egy időgép, hogy visszamenjenek és megnézzék a régi nagy magyarokat, hogy küzdöttek kevés gázsért szívből, hajrá magyarok egyébként. Igen, tök jogos. Erőléti edzés, M4-es autóút befejezése, tanácsolt egy hallgató. Állatkertbe, ha lehet a pécsibe, hát ha sikerül megszökniük, és akkor puff, pac úr, küldenek. Megnézhetném velük az Így neveld a sárkányod mesét, vikingek, sárkányok, harcok, legyőzzük a norvégokat, Benés imádja, ez az estémese puszi ági, tényleg ezt kellene nézniük egyébként. Szerencsejáték ZRT-hez menjenek, aki nem játszik, az nem is nyert. Felkiáltással Szücsi küldte nekünk. Vidám vasárnapra menjenek, hogy gyógyítják a bénákat is. Kaptuk SMS-ben. Székesfehérváron nézzék meg az örökké folyókutat. 30 éve nem működik, mint a magyar foci. Én az egri csillagokat nézetném meg velük, hogy legalább a védekezésünk jó legyen. Nagyon, 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 nagyon szellemes. Szerintem nézzék meg a 300 című filmet, egy hasonló küzdelem talán sikert hozhat. Robi küldte nekünk egyébként, hát ott egy maroknyi csapat védte, ugye? A szorost, a perzsák ellen. Szorost, igen, így van. Csak az Leonidászék. Igen, csak ez egy vesztes csata. Csak de hát ősi halál. Ősi halál van. Majd szép követelésnek nekik is. Na igen. Szerintem menjenek el a megye három mérkőzésre, hogy lássák, mit kellene csinálni. Swinger klubba ott van az igazi csapatmunka. Látszik, küldenek. Dörzsölgetni kéne őket, mint a csodalámpást. Lehet, az hozza ki belőlük a harci szellemet. El kellene küldeni őket dolgozni, ha nem nyertek, ez vár rátok, tuti összekapnák magukat. Csak nehogy az legyen a meccs vége, várálott most kőhalom, kevs, öröm röpkedtek, halál, hörgés, síralom. By joke, hát reméljük nem így lesz, mi nagyon drukkolunk, hogy ne így legyen. Elmetne a csapat egy öltönyházba, hogy szokják a zakót. Jó, szellemesek kérnek. Egyébként gyerekek szellemesek. Jó, és hát legyünk őszinték, szóval, hogy lehet védeni a magyar futballt, meg lehet mondani, hogy mi milyen szemetek vagyunk, drukkolunk neki, de azért az elmúlt 30 év nem sok okot adott arra, hogy azért örömködjünk. Az ember nyilván a saját nyomorára röhög egy kis humorral. A norvég nagykövetségre menjenek, kérjenek vízumot. Hová menjen az MLS? Varázslóhoz. Tibi küldte nekünk. Puskás hagyatékában lehetne erőt meríteni a felcsúti Pancsó arénában. Ezt Taki küldte nekünk. Jöjjenek egy Szát vasló veterán meccsre, na ott van az igazi tűz. Érezzék a vérszagát, vágjanak disznót. Menjenek Amsterdamba, ott jól felszívhatják magukat. Nagyon sok van. Istenem. Hát igen. Igen, moziba menjenek, nézzék meg az ébredő erőt. És akkor hát ha jobb lesz nekik. Na, hát mi nagyon drukkolunk egyébként tényleg. Hogy nyerjenek. Beszélünk majd még úgyis jövő héten a meccsről. Igen, és reméljük, hogy azzal is számolnak, hogy a norvégok is kint szeretnének lenni, nem csak ők. Tehát itt vére itt merő csata lesz, itt harc. Nagy csata lesz, igen. Azt hittem még egy hallgató, hogy ezért túl sok helyre nem menjenek, nehogy elfáradjanak. Ja, így van. Szóval azért vannak szellemes hozzászólások. A központi idegrendszer fáradtságára hivatkozva sajnos nem tudott játékba jelentkezni. Hát igen. Egyébként akkor komolyan mondom, el lehetne vinni őket beteg gyerekekhez, kórházakba, ezt írt egy hallgató, és ez egy nagyon jó gondolat, nem? És azt mondja nektek, hogy figyeljetek ide gyerekek. Az van, hogy sokkal nagyobb támogatást kaptok, mint mondjuk a kórházak, sokkal több pénz van a ti sportotokba ölve, mint egyébként a kórházakba, az egészségügybe, a beteg gyerekekbe, ha más nem, ez is van eszetekbe, és ezért halljatok meg a pályán.
Mert milliárdokat kaptok. Ha, igen. 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 És mások, ahol meg valódi szükség lenne, ott nem kaptok ennyi pénzt, és nem kapnak ennyi pénzt. Ha már és erre gondoltok, és menjetek ezért ki, és nem a fizetésre gondolok, nem a fizetésre gondolok, hanem arra, hogyha tényleg ennyi mindent kaptok, és milliárdokért épülnek minden, mindenhol stadionok, menjetek el, nézzétek meg a Tűzolt utcai gyermekklinikát, hogy milyen állapotok vannak. Két hete voltam benne gyerekek, hát olyan emeleten szálltam ki, hogy konkrétan majdnem rámomlott a fal. Bementem valakihez meglátogatni, elképesztő. És megmutatni nekik. És azt mondja, tessék, tessék most így kirohanni a pályára. Hogy ilyen, ilyen megkülönböztetett helyzetben vagytok, ez járjon az ezeret. És ha másért nem, akkor azért. Mert mindenkinél több pénzt kaptok. Amiről nyilván nem a ti döntésetek, de tessék akkor erre rászolgálni, nem? És tessék meghalni a pályán, és nem akarom azt olvasni, hogy a 41. percben elfáradtak a fiúk, nem? Mert az eszem megáll. De tényleg így van, elfáradtak. Hát ne fáradjál, fussál, az a dolgod, nem? Igen. Nekem ne nyilatkozz a szövetségkapitány, elfáradtak az első fél időben, ez nekem nem mondja az arcomba. Még a vesztes meccset is jobban tűrnéd, ha az van, hogy látod, hogy megdöglenek. Szóval elkezdtünk erről beszélni, és megint felúztam már. Jó, tényleg így van, halljanak meg a pályán. Ne panaszkodjatok, mert azok sem panaszkodhatnak, akik még okuk lenne. Igen, és akiknek sokkal kevesebb jut, de tényleg. Na mutatjuk a beugrót, jó? Hogy mit kell kitalálni. Úgyhogy igen. Igen, csak most annyira... Nem találom. Gyerekek, elfogult az agyam. Nem lesz. Úristen, de jó, hogy óra vége van, mert ez még 10 percig tudnám mondani. Na, mutatjuk. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Jézus, te vágtad ilyen rövidre, most gyorsan? Ezt most megkapjátok. Jön még egyszer, figyeljetek. Ajajaj. Mit hallottatok? Előadó dalcím, küldjetek el nekünk, valamint a kérdéseket is, ugyanis péntek van, az utolsó fél óra pedig csak rólatok szól, csak miattatok van, amit akartok nyugodtan. Párkapcsolat, magánélet, közélet, velünk kapcsolatos, bármi, amit szeretnétek, kérdezzétek meg, nyugodtan küldjetek el. Szívesen válaszolunk minden hozzánk jövő kérdésre, mert hogy a péntek utolsó fél óra rólatok szól. Drága hallgatók. A hét legőszintébb pillanatait élhetitek át, őszinte kérdésekre. Majdnem mindig őszinte válasz. 4 perc múlva 9 óra, jöjjenek a kérdések, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan, 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon már nem sokáig, ma 10-ig. Úgy mondom, hogy nem sokáig itt a stúdióban, mert a jövő héten ugye elindulunk a nagy Klassz FM-es Morning Show-s országjáró turnénkra, Debrecen, Pécs, Esztergom, Győr, Budapest. Ezek a helyszínek, mindenhova visszük magunkkal a nyereményautót, megcsodálhatjátok, megsimogathatjátok, beleülhettek, beleszagolhattok egy kicsit, kell azért, hogy az ember el tudja képzelni, hogy ez már az ő autója. És aztán ugye november 13-án Budapesten, majd a West End előtt sorsoljuk az autót, ott dől el, hogy kié lesz, de akár még ezt pénteken is meg lehet nyerni, odajöttök a pénteki kitelepülésre, kisorsolunk benneteket, kaptok egy kulcsot, ha nyitja az autót, akkor tiétek az autó. Úgyhogy elindulunk, jó idő lesz, tavaszi időjárásunk lesz, nincsenek minuszok, nincs eső, olyan szerencsések vagyunk, mint kevesen ebben az országban. November közepén ez már nagyon ritka. Picit tartottunk tőle, de ugye az imáink meghallgatása találtak, nem tudjuk hol, de köszönjük szépen. Így van, nagyon. Hát ne felejtsétek el, hogy ebben az évben ez az utolsó karika, tehát hogy többet valószínűleg nem megyünk már, nem lesz ilyen legalábbis jó decemberi. Hosszú. Igen, egy jó kis decemberi kitelepülésünk, hát és ugye Viszlát Fürtök, Ónen Séró, tehát hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy élőben láthassátok Balázs haját. Így van, Ónesíró turné. Viszlát Fürtök turné vagyunk, mert hát úgy néz ki, hogy Feri a rohadt életben nem akar rágyújtani. Úgyhogy, igen. De jól tolja még mindig ez a sájgázos kis csávó. Nagyon jó, valaki. Nagyon jó, mocskos Diana. Igen. Hú, gyerekek, hát ez a Jack, bármikor meghallom. Hát az, hogy korszakos zseni, hát én nem vagy korszakos zseni, tehát 500 évenként születik egy ilyen ember, nem? Akinek minden mozdulatából így árad a tánc, a zene, tehát ez valami elképesztő. Valami elképesztő. Maga a muzsika volt az ember. Tényleg. Nem lehet überelni. Én nem is tudom, hogy lesz-e ilyen. Szerintem nem. Tehát ehhez hasonló ekkora. Hát nem tehetség. Is ilyen már a zeneipar, nem is ilyen már erre, a zeneipar, de biztos, hogy nem is születik talán ekkor. Nagyon hiányzik mindannyiunknak, a hallgatóknak is, a rajongóknak, igen. A rádióknak, a Mattelnek, tehát egy mindenkinek. A Mattelnek? Hát az ott nem fogy annyira a gyerekjáték, ami ott ő elnek. Hát az biztos. Az biztos, igen. Budapesten, Fogarasi út, Nagy Lajos király útján a mai trafi, Bandi küldte nekünk. Köszönjük szépen.
És igen, és egyelőre ennyi. De lehet, hogy még van. Azt mondja, fürdetlen Diana valaki ezt írta. Fürdetlen. Dörti Diana. 55-es útonpai körforgalom vasúti átjáró 4 autó összefutott. Virányosnál már kamion az árokban nem vette észre a sort, az M7-esen a 133-as kilométernél mindkét irányban mérnek, Mihály telket elvesztettük, vigyázzon mindenki, nem lehet sebe jutni, se kijutni, tömegkarambol van. 8-ason az Apáca tornai kereszteződésében van egy baleset, valamint M3-as Nyíregyháza felé a 180-as kötöl tejköd, látótávolság 50 méter. Na, mielőtt a kérdés válaszra mennénk, nem tudom, hogy hallottátok-e, vagy láttátok-e, de szeretném megmutatni, igazából képpel jó, de azt hiszem, hogy így is tudunk örömet szerezni a hallgatóinak, hogy megmutatjuk kép nélkül, mert ugye a napokban ugye összetört a Váci úton egy Ferrari, nem is akármilyen Ferrari, 1 millió, 2 millió, 3 millió euró is lehet az ára, az ember hát tényleg egy autócsodáról van szó, ritkán látsz ilyet, nem vezetheted, nem ülhetsz vele, és hát földi halandónak nem nagyon adatik meg, hogy egy ilyen autó közelébe kerüljön. Hát most ő került más tulajdonosok közelébe az autójával, mert hogy darabokra törte ugye a Ferrarit. Azok a hideg versenygumik. Elmondta, hogy Gizdán lenyilatkozta, hogy hidegek voltak a gumik, a versenygumik. Úgy tervezte, hogy magyarodik, bemelegszik. Hidegek voltak a versenygumik, és hát azonnal az internet nyilván életre kelt, és megcsinálták a Váci úton összetört Ferrarit a Palik Laci kommentárjával. Hát imádom. Imádom. Véletlenül se arról szól a dolog, hogy most jaj, de jó, és mennyire megérdemli, nincs bajom a gazdag emberekkel, nincs bajom, ha valakinek Ferrari-ja van, az se baj, ha 5 darab Ferrari-ja van, de önmagában azért ez szórakoztató. Nem más nyomorára röhögni, hanem egyszerűen az, hogy azonnal valakinek eszébe jutott, alátette, és hogy valaki eleve ugye felvette magát a balesetet, tehát valakinek volt egy fedélzeti kamera a kocsiában, onnan lehet tudni, hogy egészen pontosan hogy történt a dolog. Egy-két nappal a baleset után ez megjelent, ez a felvétel, hogy törte össze emberünk a LaFerrarit, és hát valaki azonnal odahúzta alá a Pali kommentárját, zseniális, zseniális. Csak egy pici ízelítő belőle, képpel az igazi, de próbáljátok hozzáképzelni azt, hogy a Váci úton háromsávon középen meg egy Ferrari, kicsit jobbra, kicsit balra rázza a fenekét, és nyom egy kövéret, jobbra elindul lefelé, és lezúz három autót. Na így szól ez a Pali kommentárjával. Ennek sok értelme mondjuk nincs. Szolnár? A képnek nem rossz. Előttünk megy a Ferrari, ugye látjuk. Hátulról követi. Keresi a pontot? Abszolút. Egy, te nézi már! A Ferrari edzni meg is fogta volna szerintem. A hosszú gyors kanyarba fog elmenni, figyeld meg, mert nem fog tapadni az autó. Már nézd, alig tudja az éven tartani. Igen, csúszik le, nézd meg, csúszik le, nem tapad be az autó. És leszakad az autó! Hát elképesztő! Hát elképesztő! És ment a robokba. Kitörte az autója futóművét. Hát minek sikerült neki mennie? Videó. Szent volt. Hocvácska! Na! Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? De szerettem a Palikot. Azt a mindenit! És már mutatják a Ferrarit. Leamortizálta a Ferrarit, elaludt. Ezt hogy? Hát ezt kérlek szépen úgy, hogy neki ment valaminek, Gyula. Azt a mindenit! Na ilyet még nem láttam. Hát jó lenne, hogy mutatnának valamit. Szenzációs. És itt a vége. Emberünk, aki vette miért fékezte el ott? Na ott mi történt? És itt van még a videó. Zseniális. A Palik szenzációs volt azért. Én imádom a szülőikat, de a Palik teljesen máshogy nyomta, meg máshogy mondta, de zseniális volt. Jó. Ahogy ez közvetített a Zollnerre, hát az elképesztő. Jó, meg ez a kedves kis mester és padavanya. Igen, Gyuszi volt az áldozat egy picit. Gyuszi között, tudod, tehát egy, érted. Tényleg komolyan kérdezik, akkor elmesélem. Aha, de hogy történt ez? Hát neki ment valaminek. Nagyon jól kitalált szerepek voltak. Tehát ők kitalálták ezt a két karaktert, a főnökösködő, az arcoskodó, a mindenről mindent tudó, majd én megmondom Palik, meg a tanítvány vagyok, alát kérdezek, jaj, hogy volt ez a baleset, én nem tudom, úgy a Zollner Gyuszi, aki egyébként egy kiváló autóversenyző, egy kiváló szakember, és lehet, hogy még a Paliknál is jobban értett az autókhoz. De a hierarchia miatt ez volt az ő kitalált szerepük. Tényleg, a mester és tanítványa, nem? Igen. Szenzációsan nyomták. A Palikot lehetett szeretni, nem szeretni, hát ahogy ő üvöltözött, és hogy ő közvetített, hát az hát érzelem volt benne. Volt benne, volt benne érzelem. Gyula. Igen, Gyuszi. Igen. Szenzációsak voltak. De a Gyuszi is jó volt. Ja, hát nagyon jó srác. Milyen jó lenne egy ilyen szújó Palik? Nem? Ugye? Én a Webert is szeretem, de a Weber egy ilyen klasszik sportember, aki tényleg autóversenyzik, ért hozzá, és ő mindig így terelgeti kicsit az Oli, de olyan finom és visszafogott. Kicsit szújó Palik,
Nem hasonló, tudnak hasonló habitussal együtt dolgozni, az nem tudom mennyire jó érte. Hát a Papali volt a Szújó főnöke, még a ringen, hát mi úgy vertük át a készátverésben, ugye, hogy a Szújónak akkor még a Palik volt a főnöke. És fél órával az átverés előtt mi még nem tudtuk, csak ott volt a kamera, ott volt mindenki, hogy most át kell venni a Szújót, de még nem hibázott aznap, és nem tudtuk, hogy mind ver, hogy verjük át. Bekészülve a szobába, nem volt meg az ok, mert a Pali vérprofi. És kiderült, hogy valamiért aznap hibázott egyet, és két badge-et akasztott a nyakába, ami a Forma 1-en nem lehet. És meg volt az utolsó 10 percben, hogy hogy verjük át, annyira éles volt a szituáció. És még Burnett is be akartuk vonni. És akkor ugye a Palik behívta az irodájába, levetette a Szújó nyakából a belépőjét, és mondta, hogy itt a vége a pályafutásodnak, soha többet nem teheted be a lábad a Forma 1 közelébe, mert te két belépővel mentél be, és nem lehet, és mindjárt itt van Burnett, mi pedig a másik szobába gyúrtuk, hogy menjen be, ahol egy átverés zajlik, és vegyen benne részt. És a Burnett elképesztő jó fej volt. Azt mondja, hogy oké, mit kell csinálni? Bemegyek. És mondtuk neki, hogy jó, akkor szúr le te is a Zolit, mondtuk a Burnettnek, de a végén rúg ki a Palikot, hogy engedély nélkül forgatott. És a Burnett azt mondta, hogy oké, no problem, megcsinálom. Bement a Zoli szegény, akkor már vége volt, tehát ő már gondolod, de a Palik leszúr, megjön Burnett, és leszúr, hogy Szújó Zoli, mit csináltál te a ringen. Majd amikor lement az átverés, Burnett odafordult a Palikhoz, mert mi rávettük, hogy tegye meg, és azt mondta, hogy Lacikám, miért van itt ennyi kamera? Akkor küld ki őket, mert viszont nem adtam forgatási engedélyt. És a Palik a főnökből egy ilyen lesápat, lezöldült, bebarnult menedzserbe ment át, aki hirtelen azt, kérem, kapcsoljatok le a kamerákat, és menjetek ki. Így kizavart minket. Mi meg nyilván sírtunk a röhögéstől, és mentünk ki, hogy a Burnett leszúrja a Palikot. Napokig rosszul volt a Laci. Napokig. De Burnett annyira alasza volt, és annyira jó fej volt, hogy szóval oké, mit kell csinálni? Jó, megyek ezzel. Leszúrta a Zolit, majd elővette a Palikot. A Palik arcát nem felejtem el. Mikor Burnett hirtelen odafordult, és azt mondta, hogy van egy kis baj. És utána még nincs forgatási engedély. Újra elkezdett oldódni, és akkor... Rohadjatok meg! Igen. Jó vicc volt, mi? Úgyhogy a Paliknak a fülesén én voltam, ugye, hogy mondd az Olinak, mondd, és dolgozz meg, dolgozz még jó van, de közben pedig már a hátam mögött át Burnett, aki nézte ha az átverést. Ha valakinek, akkor neked tudnia kellene, hogy itt rend van. Vannak szabályok, amiket nem lehet áthágni, nem lehet felülírni. Ha valakinek, neked ezt tudni kéne. Mondta a Palik a Szújónak. De úgyhogy a következő pillanatban már a Palik volt az áldozat. Olyan dupla csavar volt benne. Úgy de nagyon szerettem. A Palik és a Szújó utára végigkergetett minket a ringen. Mikor kiderült, hogy átverésről van szó. Fú, az nagyon nagy jelenet volt. Igen, és Burnett tényleg jó arc volt egyébként. Na, nézzük a kérdéseket, jó, hogy mit írtatok nekünk. Hát ez vegyes felvágott abszolút, amire tudunk, válaszolunk. Azt mondja, hogy fú, nagyon sok kérdés van. Igaz-e az, hogy a tehetségkutató műsorban a szavazatoktól függetlenül előre meg van határozva, hogy ki melyik adásban esik ki, kérdezi egy hallgató. Igen. Köszönjük János. És aki már vezetett ilyet, ő mit mond? Természetesen ellenkeznem kell János ilyen csak margáns és határozott véleményével. Figyeljetek, ez azért nem igaz, mert egész egyszerűen sokkal többet veszít a csatorna, mint amennyit nyer. Ha kiderül. Ugye miről van szó? A döntőben vagy élő műsorban a felvett részeket már nézik, mondjuk nézzünk egy X-faktort, baromi nézett a műsor, a csatornának kicsit tök mindegy. Tök mindegy, hogy ki nyeri meg, és tök mindegy, hogy ki milyen sorrendben esik ki az élő műsorokat, már megnézik. Ez olyan, amikor azt mondjuk, hogy a való világokban is bunda van. Én megkérdezem, hogy mondd meg neked, ha másnap egyébként tényleg vége a műsornak, és lezárult, bontják a villát, akkor nem mindegy a csatornának, hogy este 3-4-10-kor az utolsó percében az adásnak egyébként melyik nevet mondják ki? Mi értelme lenne csalni? Érted, hogy mit kérdezek? Igen, azt értem, de mondjuk az elején például, ha tudják valakiről, hogy jó karakter, kedvenc karakter, őt azért kéne más egy VV, más egy X-faktor. De hát a VV-ben se nagyon tudsz, a VV-ben is nézi döntések vannak, vagy voltak, ráadásul sokkal többet veszít a csatornát. Gondolod, egyszer kiderül. Meg teljesen mindegy, hogy Nikolász, vagy Vastag, vagy Jani, csak hát nem mindegy. A lényeg, hogy nézet legyen a műsor. Ha egyszer kiderül, hogy az ilyen típusú műsorokban csalnak, az a csatorna valószínűleg soha többet semmilyen műsorban nem tudna hitelesen nézői véleményekre, szavazatokra építő műsort csinálni, mert ott lenne az a Memento, hogy ti már egyszer csatot. Egyszerűen nem éri meg, hát halálosan mindegy akkor már. Az a fontos, hogy nézzék, jó legyen, jó énekesek legyenek benne, de a csatorna vezetőségnek teljesen mindegy. Magának a csatorna, hogy Alekosz vagy Éva, mert nem tök mindegy, hogy ki nyeri meg. Realitikben, hogy a végén megnyerte valaki, de nem amiatt, az ember miatt nézted végig a sorozatot. A legizgalmasabb arcok pont nem ők voltak. Sokszor volt az, hogy nézd, megnyert, és akkor azt mondta, hogy ő, hát
hát nem volt három olyan momentum, amire emlékeznél, és mégis ő vitte el a végén, ahogy hívják ott a főnyereményt. Szóval, hogy ilyen téren nincs. Egyszerűen nem éri meg. Akkor miért nem az nyira, aki miért nézed a műsor? Nem éri meg, közjegyző van, számítógépes rendszer van, ellenőrzött rendszer van, ott ülnek a közjegyzők, tehát az egész egy sokkal jobban túlbiztosított rendszer, és mindenkinek érdeke, nekünk, műsorkészítőknek, nézőknek, közjegyzőnek, felügyeleti szerveknek, mindenkinek, hogy ez itt ne lehessen csalás. Nincs is érdekünk egyébként műsorkészítőknek, miért? A lényeg, hogy az elmúlt fél évet, ha mondjuk egy VV-ről van szó, nézze a néző, és nem azt, hogy most az utolsó utáni pillanatban kinyerem. Holnaptól vége a műsornak, tök mindegy. Persze. De egyébként is, hogyha esetleg valami malmoskodás lenne, azt a majd a jövőben delegált kémek úgyis ki fogják deríteni. Az a másik, hogy a tartalomszolgáltatók, igen. Ja. Azt mondja, hogy a film iskolájában szinte minden órában ordítanak a tanárok. Csoda, hogy nem szeret járni, kényelmetlenül érzi ott magát 8-tól 4-ig. Ha ilyen helyen dolgoznátok, a főnök minden nap kiabál, hány hét kéne, hogy ne akarjatok bemenni, és reggelente gyomorfájással menjetek el otthonról. Hát, igen. Hát volt itt nálunk kiabálós főnök, csak nem velünk. Csak megmérgeztük. A Vekerdi mondta egyszer, hogy simán benne van az, hogy a gyerekkel iskolát váltasz, és ilyen esetben mindig a gyerek érdekeit kell nézni, nem szabad belekényszeríteni, nem szabad hagyni, hogy fekélye legyen. A szülő szerintem jobban túl dilemmázza az iskolaváltást, és jaj, hogy szeretni fogják, igen, és elfogadják el. Ha a tartósan rosszul érzi magát, és el lehet vinni más helyre, és oka van, akkor én biztos, hogy elvinném. Én azonnal. Biztos, hogy elvinném, azonnal, és a gyerek mellé állnék, és nem belekényszeríteném, nem te is. Igen. Hanem azonnal, kivenném. Mert most azon gondolkozom, amikor odajárt 4 évet, vagy 5 évet, akkor is többet ér az, hogy nyugodtan indul el, és ő fogja a legjobban élvezni azt, hogy egy olyan közegbe mehet be, ahol nincs az, ami miatt elhoztad a másik iskolából, hogy akár a tanár, akár hogy a társai bántották. Nem szörnyű, ér. Az a szülő, az buta, aki nem lépi ezt. Igen, nem ér annyit, hogy belenyomorodjon. Nem. Ki kell venni, nézni kell egy másik iskolát, el kell vinni. Ha nem egyszer, jaj, de utálom az iskolát, nem megyek be, nem kiközösítik, bántják, megalázzák, nem érzi jól magát, és látod rajta, hogy levert, hogy nem eszik, hogy nem jók az eredmény. Ezt ki kell venni, és át kell vinni máshova. Tehát, hogy szerintem ezt nem szabad túlregálni. Balázs, milyen szempontok alapján választottatok babysittert? Mire figyeltetek, mik voltak a szempontok? Kata kérdezünk. Hát igyekeztünk őt választani, hogy minél kevesebb szerejtse le a gyereket. Volt egy válogató. Volt egy válogató. Kapd el Noelt. Igen. Tehát kapd el Noelt válogató volt. Nem, sajnos nem sikerült. Nem, ő sem, megélejtette. Nem, ez sem. Nem, megint pattant a gyerek. Nem, köszi. Jó, a hatodik jó. Hát figyeljetek, ez nehéz kérdés, mert ugye kire bízod a gyereketet? Ugye? Na, én ebben a női intuícióra hagyatkoztam, Viki azért ezt elég jól érzi. Hát a Benny azért már nálunk egy erős. Aha, magyarul mondtad, jól megtevik. Nem. Én azt mondtam, hogy nekem az a jó babysitter, akire te nyugodtan hagyod, mert te vagy az anyja, te vagy az, aki nyilván olyan ösztöneid vannak, mint egy Palinak se. Ha a nő azt mondja, hogy benne megbízom, van egy előélete, látod, hogy nyúl a gyerekhez, hogy bánik. Először 10 percre hagyod ott, fél órára, egy órára, és nálunk már szerencsés, mert ugye Benny mindent elmond, hogy apa ma is négyszer beleverte a fejem az éjjeli szekrénybe, akkor nyilván ugye nyilván nem az hívjuk igazi holnap, és talán nem biztos, hogy ő az igazi. Apa nem akartam aludni, még csak 8 óra volt, de 6-szor vert már meg a nadrág szíja. Tehát, hogy itt a női ösztőre kell hagyatkozni, és szerintem egy anya előbb-utóbb jól választ. Apa megint játszott az elemes banánok. Igen, és megint kiverte. Megint kiverte két fogát az elemes banánnak. Persze. Elemes banán. Szóval sokat meg kell nézni nálunk, akit a Benny elfogadott, az nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt. Mit csináltok azokkal, akik csúnya szavakat írnak SMS-ben? Cenzúrázátok, vagy nem olvassátok be Répes Dávid díjra? Nekünk hát konvertálunk. Én néha rászaladok, de legtöbbször fejben kell átalakítani. Nagyon sok kötőszó, meg nagyon sok ronda szó érkezik. A közlekedési SMS-ekben is azért van néha tökölés, mert erősen dolgozom egy szinonimán. Hogy ne az legyen, amit írt a hallgató, erős felindultságból. Amit meg nekünk írnak, azt meg átkonvertáljuk fekete listára. Így van, illetve a gaylány.com-on. Ha éjszaka nem veszem föl, hív tovább, csak ügyfelem van. Felkiáltás. Feltesszük. Ha félénk vagyok, letagadom magam, ne add föl, ez nálam előjáték, felkiáltás. Föltesszük különböző meleg oldalakra. Azt mondja, hogy ha az extrém helyzet lenne, Balogh Jani és Feri lelép, kivel dolgoznál szívesen tovább? Borpeti kérdezi, hát valószínűleg a Morning Show véget érne, nem? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy annál hosszabb ideje vagyunk együtt, nem? Hát valamelyikünk megmurdálna, vagy valami történne, valószínű, hogy akkor ez ebben a formában véget érne. Nem? Mi ketten leléptünk, nem haltunk meg, te vagy itt egyedül, ez a sztor. Nem rádióznék egyedül, én nem erőltetném ezt. Én ide raknám Ferinek a honvedrét az asztalra. Itt lenne velünk.
Ha egy valakivel történne, aki mondjuk valaki beteg lenne, de az utolsó kívánság az lenne, gyerekek, nyomjátok tovább, hát lehet, hogy úgy tudnánk tovább csinálni, de ha most ketten felállnának, és egy valaki ott morning show-val elkezden ott bockodni, és másik két embert maga mellé keresni, találni, én nem hiszem, hogy találnék olyat, akivel szívesen csinálom. Ez többről kell, hogy szóljon, mint hogy vegyészetileg így összeraknak benneteket, és akkor 6-tól 10-ig elviselitek egymást. Az úgy nem működik. Hát erre azért a Danubiusban elég sok példa volt, hogy mesterségesen összeválogatott csapatokat ültettek reggel a mikrofon mögé, és hosszú ideig nem is én volt meg az ellenszere a bumerángnak. Azért tartok az ilyen nagy komoly változásoktól, én nagyon nehezen tudom feldolgozni azt, amikor így megváltoznak körülöttem a dolgok, picit félek a Kopasz Balástól. Nem teljesen kopasz. Én nagyon azért szeretem a hajat. Nem, de valószínűleg ez lenne. Tehát, hogy bárki kiesne, nehezen folytatnánk. Attól függ, hogy hogy esne ki. Önszántából menne el, történne valami. Tehát vannak alternatívák, de fene se tudja, hogy mi lenne. Hát majd meglátjuk. De egyébként előjött eszembe, hogyha valakinek esetleg... Igen, mondta, hogy hát majd meglátjuk, ha kitesszük a Ferit. Igen. A végre. Ez januártól kiderül, amikor végre kitesszük a Ferit, mert lejár a szerződés. Nekem azt mondtad, hogy erre januárra visszakerül. És nem élő adásban. Jó, csak a mondani akartam, hogyha valakinek esetleg van ott a felfeslet hátú macia, amiből már hiányzik az afrik, Balázs hajával megtölt egy szívesen. Igen. Voltál már csúszkamasszázson, Jani, ígérted, hogy elmész, nyugi, ez nem megcsalás. Elmentél? Nem. Puha voltál? Még nem. Azt mondom mindig, hogy már voltam, meg majd leszek, meg egyáltalán. Ezzel el fogom bizonyítani a feleségemet, és majd, amikor azt hiszi, hogy meg egyébként már voltam, na, akkor fogok elmenni. És most azt hiszitek, hülyült. Amikor már beletörődött, amikor már megbocsátottad, de még nincs mit megbocsátani, na azután fogtam. Igen. Tehát, hogy szóval altatsz. Ez, így van. Altatsz. Feri, nem gondolkoztál még szakácskönyvön? Szerintem nagyon jól menne. Nem akarsz ilyet csinálni? Kérdezi egy hallgató. Szandi? Miután már mindenki írt, azok is, akik életükben nem tették be a lábukat a konyhába, most már írhatsz te is. Én pont azért gondolom, hogy szerintem milyen tök fölösleges belecsatlakozni ebbe. Tehát annyira nagy a dömping, és szerintem az ismert ember szakácskönyve típust lejáratta egy kicsit az a szakma, aki ezzel foglalkozik. Mert én tudok, mondom, konkrétan tudok olyan embert, aki életében nem főzött, van szakácskönyve, tök jó, csinálják. Én most nem. De majd egyszer igen. De majd valamikor csinálja. De nincs ilyen, hogy egyszer, mert ezek sosem fognak kimenni a divatból. Tehát ne várd azt, hogy vége legyen a szakácskönyvmániának, mert a 26-at jelenteti meg mindenki. Tehát ez nem fog lecsengeni. Nézd meg a gasztroműsort, az RTL-en, vagy az TV2-t. Tehát ez most brutálisan megy a hosszú évek. Tehát amikor lecseng majd akkor? Hát akkor adjunk egy ilyen morning show gyűjteményt. Hát add ki a pénteki recepteidet. Meg ráadásul kimondtad egyébként az okot, amiért neked szakácskönyvet kell csinálnod, az, hogy te autentikus vagy ebben a dologban, hát, illetve utaltál rá pontosan, mert egy csomó olyan ember van, aki szakácskönyvet ír, vagy irat, vagy jelentett meg, akinek semmi köze nincsen a szakácskodáshoz, meg a főzéshez, egyáltalán nem hiteles ebben a dologban, mégis csinál. Csináljon egy olyan ember is végre, aki ugyanakkor hitelesben, akiről tudom, hogy tud főzni, akiről tudom, hogy ér hozzá, aki ebben a témában abszolút mértékben hiteles, érted? Más brendet épít a lopásból, te meg itt vagy, nincs egy könyvet. De érted, attól félek, hogy ha csak 30 ezeret adok el, akkor ezt fogom kapni, hogy ő 50 ezeret adott. Ez igaz, ez így is lesz. Én tudod, mit csinálnék? Nem kérek pénzt az ötletért. Csak egy, de most a royaltyból egy kicsit a fogyásból. Tehát könyvenként csak egy 100-as forint. Az nem sok egyébként. 2500 forint, hogy 100-askát átutalsz, eladsz 20 ezeret, nekem nem kell több. De olyan magyaros kajákat csinálnék meg, mert mindenki ez a szuvidálunk, meg részekre bontjuk, meg nem tudom. Tehát csinálj egy olyan szakácskönyvet, amikor a totálisan unalmas, halálosan hétköznapi ételeken csavarsz úgy egyet, hogy megkönnyíted azon háziasszonyoknak a dolgák, akik pénteken ott szűkölnek, hogy mi a francot főzzek már megint, mert a nőnek szerintem nem maga a főzés a probléma, hanem mire kitalálja, hogy mit akar enni a család. Csinálj teljesen hétköznapi ételeket, de egy kicsit máshogy, aminek örül a család, amire azt mondja, anya, ez tök jó, és a leghétköznapig, legismertebb gulyásleves, lebencsleves, rakott krumpli, de mindegyikben egy pici csavar, ami erőt ad háziasszonyoknak, hogy legyen újra kedve megcsinálni a 150-szerre megsütött rakott krumplit ugyanúgy, de teszel bele valami olyat, és mindegyik ételen csavarsz egy olyat, hogy azt mondod, hogy na, most van kedvem újra megcsinálni egy, mit tudom én, tényleg egy káposztásztreket, ami túros tésztát, egy rakott krumplit, de úgy, hogy valami olyan ízvilág van benne, amit eddig a család nem ismert. És neki van kedve újra megcsinálni, és
tök hétköznapi ételek. Én behalok ezektől, a vegyél 4 kiló kurkumát, 2 sáfrány, mennyibe 3 makákólevelet, szerezbe 4 izé, hát a makákólevél, banánákat, meg 3 darab friss előrült makakói kakaót, kétféle előnye is van annak, amit Malázs mondott. Egyrészt, hogyha megjelentetted ugye tényleg a könyvet, a minden napra rántott húst, akkor kétszer? Ahhoz, mert mind a kettőben szerintem kérd meg, hogy Balázs írjon hozzá először. Ha megjelentetted a minden napra rántott húst, akkor egy őszinte és olyan kis ajánlót fog beleírni, ami miatt megveszik az emberek. Viszont ha te egy mindenféle ilyen egzotikus, meg eredeti recepttel teletömött szakácskönyvet jelentesz meg, abban mit fog írni? Azt fog írni, hogy itt... Érthetetlen a makákó levél. Most őszintén, csombor, borsika fű, kinél van ez a... Érted, tehát akkor tényleg? Meg egy ilyet ír majd. Tök egyszerű hétköznapi kajákat, kicsit ferisen máshogy zabálnál nép szerintem. Zabálnál nép. Tessék. Jó, és egy akkor perc, és összeraktam neked. 100 forintot van, és megvan. Tákóczi Ferenc, zabálna a nép című könyve. Csúcsokat döntöget már bestseller a megjelenés hetében. Na igen. Balázs, a múltkor nem tudtál a titeket hallgatni, nem tudtam, hogy be van-e olvasva, vagy válaszolt erre rá, de hogy érintett téged, hogy a Fanni büfé bezárt a harmadik kerületben? Hát, na most akkor ezt. Szemetek, ezt most miért kellett? Nagyon rosszul. Itt vagyunk, meggyászoltuk a Fanni büfét. Szörnyű. Szörnyű volt, meggyászoltuk a Fanni büfét. Hú, hát nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés. Hosszú tanunk kell majd ezen a rovaton. Egy utolsó, és aztán többször megjött. Meséltek már el nekünk, Léci, hogy hogy épül föl a műsor, ki mit csinál, baromi sok embert érdekelne, hogy kinek mi a feladata. Erről mindig keveset beszéltek. Hát erre jó a péntek, még erre van időnk, aztán játszunk egy hármasugrást. Hogy épül föl a műsor? Hát vagyunk hárman, ugye általában a mikrofon előtt van. Anna, aki egy kicsi üvegstúdióban ül jobbra tőlünk, Janinak Jani háta mögött, ő az utómunka, a best of, a hallgatók lelke, füle, szája és a lélekápolója. Igen. A telefonos, a vágó és minden más, ugye? Tehát ő csinálja a promókat, a best of-okat, mindent, amit vágni kell, azt az Anna csinálja, adja be a telefont, veszi ki a telefont, választja ki a játékost, és lelkizik velük. Ő a mi háttér. A receptet cserélésüdőként bejönt, hogy közelenségi váljon. így van. Van két szerkesztője a műsornak, ők napi váltásban dolgoznak. Van Julink, ugye, akinek rovata van, ő a szerkesztő asszisztens, telefonál, jön, megy, intézi, szervezi, és egyfajta ütköző zóna. Mindig nálam mondják le a műsort, ha nem akarnak benne szerepelni. Olyan műsor hangvétele, hogy nem vállalják a szereplést. Van Zsül. Igen. A nyugodt erőit oldalt. A nyugodt erőit a jobb oldalon. Lehet rá kabátokat rakni például. Jobban működik, mint egy fogas. Ő ugye hát bonyolítja a híreket, kever és segít nekem, mert nagyon sok gomb van, és mindegyik más színű, és ez engem néha összezavar. Tehát ő az, aki itt ül, és többek között a hírek alatt is és segít keverni. Ez nagyjából a műsor, és hát aztán a rádióban még valami sokan dolgoznak azon, hogy ez a rádió működjön. Egyébként teszem hozzá kiválóan. Tisztelet a kivétel. Elmondtuk mindenki, nehogy valakit kiadjuk. Persze, mindenki meg volt, igen. Igen. Jó. Na. Jani, elmondtad már a feleségednek, hogy meleg vagy? Kérdezi valaki. Nem vagyok meleg, csak sok helyen van erogén zónám. És mindennek örülsz, ha valaki így kedves van, hozzá. Így van, és ha valaki kedves veled, akarsz, soha ne utasíts vissza. Igen. Igen. Balázs, intézd már el, Léci, hogy csak ott leesek a talent valamelyik élőjében. Na. Jó. Hát ahogy láttátok egyébként, a talent élőjében bárki ott lehet. Hát ezt most nagyon kikérem magamnak. Meg kell, hogy védjem a műsort. Ha tudsz poharat enni. Ja nem, ő kiesett saját. Kiesett. Jó, Anna visszahív. Másod magaddal elintézem, hogy ott legyél. Uh-huh. Jó? Két széket biztosítunk. Kettőnél többet nem tudok, de te és még valaki valamelyik élőre eljöhetek, Anna mindjárt hív. Jó? Így van. Andy, Timi, ott lehettek. Na jól van, na további kérdések jövő héten. Jó, lehet, hogy egyébként jövő héten kimarad, mert jövő héten ilyenkor autót sorsolunk, de két hét múlva folytatjuk. Jó, na játsszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Könnyű. Balázs mondd ki háromszor az asszisztens szót. Köszönöm szépen, értettem. Én is éreztem, vigyétek el, hogy nem sikerült. Egyébként a Fanni büfé nem zárt be, csak arrébb költözött. Jó? Úgyhogy több tiszteletet. De jó! Harmadik kellett negyek. Több tiszteletet. Halló, jó reggel! Szép jó reggel, sziasztok! Norbi, hello Norbi. Honnan hívtál minket?
Budapestről. Na mondjál nekünk jó megoldást, mit hallottál a kis mixben? A Bonbontól volt, hogy nem vagyok James, és nem vagyok Bond, és a Gotyétől a Somebody That I Used To Know. Így van, egy jó kis Gotyé nélkül nem indulhat el a mindig reggel. Van nálam. Így van. Gotyé. Jean-Paul Gotyé. Jean-Paul Gotyé, így van. Mehetünk? Mehetünk. Melyik ország kikötővárosa Antwerpen? Így szól az első kérdés. Hát földrajzból nem vagyok jó, de rápróbálok. Belgium. Belgium. Internetet használsz? Nem tudok, egyedül vagyok kocsiban. Kocsiban egyedül. Jól van. Így szól a második kérdés. Ha mehetünk tovább, persze. Mehetünk, persze. Melyik mese egyik szereplője a Szív királynő? Szív királynő? Hűha. Mostani mese, vagy ez régebbi fajta? Nem, sajnos. Nem ez a jó ez válasz. Ez viszonylag régebbi. Ez a Kalanda Méta utcában. Alice Csodaországban. Alice Csodaországban. Miért nem mondtad egyből? Hát nem tudom, nem voltam benne biztos, hogy mostani vagy régi. Mondani, be kell durrantani azonnal. Hát nincs vesztenivalót, ha rossz, akkor persze van, de hát ha az ember nem mond semmit, az a legrosszabb, annál már az is jobb, hogy rossz megoldást mondasz. Alice vagy Alice Csodaországban, így van. Hát nem mondta, csak kérdeztem, hogy mikori. Igen, csak hát lejárt az idő, így is sokat hagytunk az elsőre is. Hát sajnálom. Mi is, de legközelebb Norbi meg lesz, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok! Hello, hello, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 3-4-10 lesz, 4 perc múlva jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt 2 perccel kiderült egyébként, Anna mondta, hogy az a hallgató, aki mondta, hogy szeretne ott lenni a talenten, az nem nézni, hanem egy kiesett versenyző. Ja, na úgy nehezebb, és el tud intézni. És hogy az élőadásban újra legyen már, na ezt nem tudom megígérni, szívesen bevitelek volna a közönségnek, ezt ritkán ajánlom föl így éteren keresztül, de nem, ő kiesett, és hogy tegyem vissza az élőbe. Igen. Kicsit fura lenne. És azt is intézte el neki, hogy a biztonságőrök átengedjék majd a távcsöves kuskával és azzal a Molotov koktél. Igen, érdekes hallgatóink vannak. Mutatjuk, miről beszélgettünk ma reggel. Gombamód szaporodnak a gyermekmentes hotelek Magyarországon. Ezt kicsit mindenki máshogy gondolja, vagy azért, mert van gyereke, vagy azért, mert nem szereti a gyerekeket, vagy van, de nem szereti, vagy nincs, de nagyon szeretne, vagy menne, vagy nem menne. Hát mi is egy picit vitatkoztunk. Megrátném kémesbe. Jó, nem mondom el az összes verziót. Mi is picit vitatkoztunk ezen, hogy kell egy gyermekmentes szálloda, jó-e, vagy pedig hát mindenki menjen nyaralni, viselkedjen normálisan, és nyaraljon együtt gyermekes, gyermektelen és sok gyerekes együtt. Erről beszélgettünk. Valamint egy nagyon helyes hírt találtunk, kiderült, hogy harci szellemet próbáltak előhozni a magyar labdarúgó válogatottból az új edzők, és hát véres csatákkal és dicsőséges győzelmek emlékeivel ismerkedett a magyar labdarúgó válogatott bő kerete, ellátogattak a hadtörténeti múzeumba, hogy hát harci lázban éljenek a jövő héten megrendezésre kerülő norvégok elleni meccsen. Mi pedig megpróbáltuk elképzelni ezt a jelenetet, hogy mégis hogy nézhetett ki a magyar válogatott látogatása a hadtörténeti múzeumban. Valamint arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-t, hova vigyék még a magyar válogatottat, ami esetleg segíthet nekik, hát, hogy is mondjam, nyerni. Nagyobb harcikebbel, igen, nyerni és kiszaladni a pályára. Nagyon szellemes SMS-eket kaptunk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hello, Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! De szemetek vagytok, ha megint bántjátok? Nem, pont elmondtuk, hogy nem. Tűzei, csak nem. Fel őket. Azt csináltuk. Azt csináltuk. Ezzel akartuk, hogy rángatjuk a bajuszokat, és hát, ha annyira megharagszanak ránk, hogy nyernek. Hálával tartozom éppen nektek. Na miért? Na miért? Mert hogy semmi bajom nem volt a reggellel, de egyszerűen mosolygossá varázsoltátok, és tökéletesi a napomat a Dirty Diana-val. Ja? Hát az... Nincs mit. Slash gitározik benne. Igen. 12 nap múlva itt koncertezik. Michael Jackson énekel. Igen. De az természetes, de az, hogy a Slash maga mellé vette annak idején. Ebben is a Slash gitározik? Igen. Igen. Én azért... Mit tudom, miben a Slash gitározik a videoklipben is, igen. A Dirty Diana-ban is? Igen? Például a Black or White-ban is. Uh-huh. Nagyon sok dalt játszott fel, nem biztos, hogy mindegyikre emlékszik Slash. Az igaz. De milyen lenne egy ilyet eltolna a koncertjén? Lehet, hogy is feltette ezt a kérdést. Én gitározok benne? Igen. Ne, tényleg jó volt, igen. Na jó van, hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show, övé az ajándékcsomag. Nem sokára egyébként élőben is meg lehet Slash hallgatni. 12 Nov 18. Nézd. Megy. Tényleg? Stop. Az. Friss show. Hello, sziasztok.
Erika, hát ritkán sziasztok, van. Sziasztok, Erika vagyok, Várpalotáról. De helyes vagy, ritkán szia. Van női naphallgatónk. Hello. Sziasztok. Írtál nekünk egy nagyon helyes SMS, hogy arról beszéltünk, hogy a Feri egyszer majd kiad szakácsfőnyöt, miért kellene, hogy kiadjon, és én elmondtam, hogy mindegyikbe tegyen egy pici csavart, rakott krumpli csavarja meg, legyen új íz, és hát segítsen ezen a háziasszonyoknak, hogy mindegyiken egy kicsit fordít, és általános recepteket főz meg egy picit máshogy. Azt írtad nekünk, holnap gulyást főzök egy kis csavarral, csak azon izgulok, ne harapjon rá senki. Erika, hát te lettél a naphallgatója ezzel. Jaj, de örülök, nagyon örülök. Mindig hallgatlak benneteket egyébként már sok-sok éve. Tényleg? Még a Danubiusos korból. Úgyhogy, és olyan érdekes, hogy amikor írtam ezt az SMS-t, mint hogyha ráéreztem volna, hogy engem fogtok felhívni. Na látod? Jól van, örülünk, hogy örülsz, és van még néhány ajándékod a reklámblokkban, hallgass meg, jó? Ó, köszönöm szépen, puszi nektek, Sziasztok! Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, Márton napja közeledik, és aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Ezt megcáfolni látszanak a vegetáriánusok. Igen, az én el vagyok. Köszönöm. Én azt akartam mondani, hogy nyilván azt tudjuk, az tévút, amit te jársz, tehát ezt most hagyjuk fel. Én a darátolom, amit a libát. Ő a darátolja, és egy olyan klasszikust, amit régen mindig a nagyanyáink csináltak, akkor mondjuk az átlag keresetben még lehetett libamájat venni, ez ma már nehezebben megoldható, de amikor a hideg libamáj zsírjában eltéve, tudod, kis meleg kenyérre rákent a zsírt, és hajszál vékonyan levágod a libamájat, ráteszed, lila hagymával, na ezt fogjuk megcsinálni, mert egyébként meg tök egyszerű, tudom, hogy nagyon drága az alapanyag, le is írtam, hogy kis takarékoskodás, meg egy évben talán egyszer mondjuk karácsonyra ezt meg lehet csinálni, vagy most, úgyhogy ez most egy picit drágább az alapanyag, de más meg nagyon nem kell hozzá, úgyhogy ez lesz hideg libamáj zsírjában. Jól hangzik. Jó, megcsináljuk. Fönt van a Facebookon, nézzétek fönt. Meg. Jó, Csabikám, milyen zenék lesznek, remek zenék? Megköszönöm nektek Michael Jackson-t, Biolex-el. Jó! Drága vagy. Biolex-nek egyébként az az erőssége szerintem, hogy amit gondol, amit érez, azt mindig dalba önti. Tehát rá azért mindig lehet számítani, hogy tudod, hogy merre jár. És most ráadásul zenekarral nyomja, a Biolex és a Slep, és van egy friss klasslágerük, még mindig. A betyárját meghallgatjuk. Mindenkinek ajánlom. Szép hétvégét, hallgassátok Csabit, és hétfőn ne felejtsétek el, hogy Debrecenben vagyunk. Csapó utca, Rákóczi utca, Sarka, Fórum bevásárló központ. 2011-ben voltunk ott, várunk mindenkit szeretettel. Jó, gyertek! Hétfő 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely